Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, kedden, február 3-án a névnapomon. Ó, Istenem, hát de szerény is. Na, de mit hoztunk neked névnapodra? Na, ne arra ugyatok, elfelejtettétek volna, de igen, ma van. Tehát, hogy nagyon jó az elgondolás, köszönöm előre is, tudom, hogy készültetek, jogos, ma van. De, hát... ha úgy keltetek fel ma reggel, kedves hallgatóink, hogy valami nagyon, nagyon hiányzott így az életetekből, valami hiányérzetetek volt, illetve nem gondoltátok, hogy miért különleges ez a kedv, illetve nem jutott az eszetekbe. Akkor jusson eszetekbe, hogy igen, igen, az a kis fészkelődés, mocorgás, fölébredés, igen. 4 órakor, jaj, milyen, olyan fura ez a nap, ezért ma van. És még, hogy bármit tudnak küldeni, ugye? És gyerekek, nem szabad elfelejteni, hogy egyébként van portaszolgálatunk, átveszünk az ajándékot, örülünk neki, megosztjuk egymással, igen, ma van. Úgyhogy hát ennek ennyi. Nagyon örülünk. Egyébként el is mondanám, hogy Jánossal tegnap szörnyű napunk volt, mert gyakorlatilag 11 után, ahogy elhagytuk a stúdiót, SMS-ek és hosszú negyed órákig tartó telefonhívások voltak. Pontosan mi, így volt. Mit csináljunk a főnöknek? Hogy ezeket legyen? Nem egymásnak küldtük, ezeket is nem egymásnak. Mi de voltak ilyenek. Minek örülne a lelkem? Hogy mit szólna? Jaj, hát mi a fenének örülne? Igen, kis kézzel készített apróság, mondtam én. Erre mondta Jani, hülye vagy neki. Ez szó szerint így. Mondta a Jani, vegyünk valami nagyon drágát. Mondom, de hát azt meg olyat, tehát meg az nem te vagy, Jani. Mindig túl bonyolítjátok. Borítékba pénz. Ennyi. De tényleg. Dehogy nem. Annyira megalázó. Tudjátok, hogy az álszent ajándéknál jobb a borítékba valami. Kicsi boríték, egy kicsi pénz, odaadod, őr, megnézem. Szabad szemmel a látható összeg, örülök neki. Aha. Iszunk valamit, és megyünk tovább, ennyi. Nem kell ezt itt nagyon túlbonyolítani, kis kreatív hobbi volt, meg ajándék volt, meg pulóver, de egy kicsi boríték, egy kicsi kis ötöcske, tízecske, ilyen névnapon, és meg is vagyunk. Elköltöm magamra, van egy csomó könyv, amit most úgyis meg akarok venni magamnak, amit aztán úgyse fogok elolvasni a következő 2 éve, de legalább a tudatboldogít, hogy megvan, és elolvashatnám, mert nekem már az is elég. Meg ha harmonizál a szobabútorral, az meg pláne jó. Az meg pláne jó, úgyhogy ne bonyolítsátok. Van már Műgerinc könyvre, csak mondom. Óriási. Én is ismerem. Műgerinc, különböző színeket tudsz venni, tehát megveszed egyébként a könyveket, amit magadnak szeretnél, mert egyszer elolvasod, de kutya fáját, hogy nem megy a bútorhoz, erre fogod magad, veszel műgerincet. És fölhozod a könyvre, fölrakod rá szépen. Könyve, és akkor az összes piros, vagy bézs, vagy az kék. A baj, mondjuk, hogy ilyen tízesével vannak ilyen műgerincek, tudod, hogy 10 darab könyvet tudsz egyszerre betakarni vele, akkor keresel valamit, akkor viszonylag kellemetlen, hogy le kell emelni a fél polcot. De hát beteg. Gyerekek, nem tudom, hogy a névnapom miatt. Mondom, igen, hogy mi intéztük. Vagy nem, de egy bazi nagy csomag várt a portán. Eleve. Én 3 óra óta fönn vagyok. Végignéztem az összes tévéműsort. Friss vagyok, mint az állat, mert rájöttem, hogy a kevesebbet alszom, sokkal frissebb vagyok. Hát egy darabig csak mondom. Egy darabig, 8 órakor be fogok esni. Viszont, hogy még jobb napom legyen. Igen. Janival behoztunk közösen egy csomagot, mert akkor, hogy egyedül nem bírtam volna, és azt hiszem, hogy az van rajta, hogy Morning Show, vagy Sebestyén Balázs. És mi van rajta? De az van rajta, hogy Sebestyén Balázs. Akkor ez csak a tiéd, hát, lehet. Akkor ez a zsűlé. Ez a zsűlé lesz. Mivel nyissuk eszébe? Valami késed? Te csinálsz itt ilyen uborkás croissant, vagy valami nem nincs. Most nem annál oda, de hogy biztos, hogy szerzünk gyorsan valamit. Igen. Na már itt is van annál egy kiváló ollóval. Na gyereke, megnézzük a csomagot? Na nézzük. Mi tudjuk, mi van benne, mert mi intéztük, de várj, ezt azért megvárom, mi van. Igen. Mert hogy csak értékes, akkor a miénk. Ha örülsz neki, mi intéztük. De azt nagyon szeretem, hogy most már van egy értékrended ajándékban, tehát ha te hozod, bontsad csak. Jó, tudom, mi ez. Igen? Tudom, mi ez, persze. Igen, megvan. Ő rendel. Ó, hogy a fene egyen. Gyerekek, egyébként nagyon örülök, csak nem nekem jött az a nagy baj, hanem a hallgatóknak, de az is jó, ezek a Ricsi által küldött amerikai labda, sisak. Hagyjad már, Ricsi, de tényleg. Azt a minden tojás labda. Igen, Wilson a legjobb barátom. Ugye? Ő megjön. Ezt küldte nekünk egyébként az a televízió, ahol Ricsi közvetítette, tehát nem is Ricsi küldi. Az a televízió, aki ugye hát közvetítette, mert hogy mi beszéltünk a Ricsivel, milyen aranyos. Egy csavartat Feri felé. Na, tudod, hogy kell dobni? Hát te dobod, nekem... Bikából.
Öcsi sajt, nekem ne dob. Haló. Úgy kell, hogy megtekered egy kicsit, és a levegőbe forognia kell, akkor dobod jól egyébként. De ez fogány. Neked is csak elméletben nem, van meg. Mert nagyon úgy... közel vagy, tehát aha. Ha messzebb mennél, tudnám úgy dobni. Értem. Na most... Jó, ez az amerikai foci. De milyen szép. Ez egyébként. A puha labda. Igen? Ez az, ami... Lehet, hogy nincs felfújva csak. Igen, és ez küldtek még egy csomó mindent, bögrét, ahogy látom, meg tollakat, meg ilyen irodai segédeszközöket, meg otthoni egy segédeszközöket. Egy részüket kisorsoljuk. Nem, hát ebből a labdát, meg a sisakot sorsolyokat, amit megtartjuk. Ez mindenki világos. Hát azt neked, azt te kaptad névnapodra a többit. Nem, azt már mondták előre, hogy küldik. Ebből jaj, jaj, de jó feje. Istenem, pedig mennyit beszéltünk a vezetőséggel. Kutya fáját, hát azt hittem, hogy valami ajándékkal nem. Indul ez a ma reggel. A szendvics meg bejövök. A kávé az névnapi. A szendvics kávé névnapi? Persze. Gondolt, persze, hát most bementem ide, eszembe jutott, tehát mondom. De kinek a névnapján? Tegnapi? Tegnap persze. Nem, ez a Csabinak hoztam meg két héten. Január 26-ai névnap, nem tudom, ki ünnepelte akkor. Egy névnapi szendó? Persze, egy jófajta tarjás croissant. Kutyafáját. Nézd meg, hát ez egy igazi tündér. Mert azon gondolkodtunk ugye, hogy most már neked ilyen sorrended van, az előbb elhangzott ajándékban, hogy a haszontalan ajándéknál jobb a készpénz borítékban, de én emlékszem még arra a mondatára a főnökünknek, amikor azt szokott szólni, hogy az őszinte semmi. Az nagyon jó. Ugye? Tök igazad van. Ez nagyon jó. Tök igazad van. Őszinte semmi, ezért a boríték. Tehát most váltottam, az álszent ajándéknál jobb a boríték. Most erre váltottam. Most ez a hozzáállásom. Gyerekek. 3 óra óta vagyok fönt. De volt valami ok, ami, tehát hát hogy egy jó tévéműsor? Hogy érted, hogy egy keddi morning show, hogy az is szóljon, az is durranjon, az is robbanjon, hogy az is jó legyen. Ott is oda tegyük magunkat. Tehát este 10-kor még forgolódtál, hogy lehetnék még jobb? Gyert, tudod mit sem? Felkelek korábban. Felkelek 3-kor. Felkelek. Mert akkor 6-ra már érted, pörnök. A, I, U, I, Ü, ilyeneket mondtam, ha 3-ra hatik, hogy még jobb legyek. Nem, fölkelt a gyerek. És 3-tól 4-ig szakköröztem vele, 4-kor átadtam a Vikinek, mert nem bírtam vele. És utána viszont úgy döntöttem, hogy ha már 4 óra Laci, van. Akkor már 2 kávéja van, nem baj, hogy egy picit előbb. És ő csinálja egy kávét, hogy 3 kávé legyen, és úgy szeretem. Így van. Jó? És válogass. És hajat is mosson. Kóstold elő nekem, melyiket igyom először? Jó? Melyik lett a jobb? Akkor azt fogyaszd el te, Laci. Azt nyugodtan, mert az mind a kettőt nekem jól. Az is már kihűl. Így is 120-as a vérnyomásom, belem 200-as lesz. Még valaki kávét? És 4 órakor már nem feküdtem vissza, gyerekek. Azt mondtam, hogy egyszer élünk, nem fekszem vissza. Úgyhogy bekapcsoltam a tévét, és megnéztem az összes olyan filmet, amit még nem tudtam megnézni. Egy felét befejeztem, elkezdtem, átformáltam, véglapoztam. 4-től 5-ig belefért az összes? 4-től 6-ig ilyen 20 perces befejezéseim voltak, még a 12 év rabszolgasságot kellett befejeznem. Az utolsó 4 évet. Az utolsó 4 évet, igen, a kódjátszmát kezdtem el. Figyelj, a Lavinát megnézted már? Nem tudom letölteni. Mert most már fönn van. Az egyik kedves hallgatónk szólt. Igen, küldött egy levelet nekem, hogy mondja meg neked. Nagyon jó. Na ezt is, tessék. Svéd, dán, norvég, finn, azeri, lapföldi eszkimó, nunu koprodukció, de meg akarom nézni, kíváncsi vagyok. Az egy érdekes sztori. Hát majd az holnap hajnalban, jó? Hát ennyi, gyerekek. Hát jó. Most aludni mindenki tud. Jaj, hát ugye? Van még hát egy. Most még egy a szicíliai maffia, vagy Nápolyról, vagy nem tudom melyikről. Egy sorozat. Igen, Gomorra. Gomorra. Ezt most ajánlották igen. Többen e-mailben nekünk. Uh-huh. Meg egy barátom is ajánlott, hogy állítólag nagyon-nagyon jó. Iszonyatosan élethű, és olyan emberekkel forgatták, vagy azok írták a forgatókönyvet, akik tanúvédelmi program alatt állnak, és a mai napig egyébként üldözi őket a nápolyi, meg a szicíliai maffia, és ők segítkeztek úgy a forgatókönyv írásában, hogy a mai napig nem tudják, hogy hol vannak, őrzik őket. Tehát, hogy nagyon komoly szakértők szakértették a forgatókönyvet, tehát brutálisan valós. Állítólag nagyon jó, szerintem ez nagyon jó. Is érdekelte, mert a háttérben többször feltűnnek pékségek. Nagyon jó, pizzák sütnek hátul, igen, jó szobuk korrotyog valahol. Igen, ez izgatni a dolog. Kávézó jól öltözött olasz férfiak fütyögnek, egyébként szintén nagyon jól öltözött, nagyon csinos, és magukat szépen riszáló olasz nők után. Tehát megszerintem, oké. Okay, ezt így tudjátok adni valami hordozón? Mert én ezen nem tudok ilyen letölteni. Azt még tudom használni, ez remek. És akkor megtanult belőle a folytózsinór minden egyes vizét, mozzanatát, meg ilyenek? Én nem láttam, most egy más sorozatot nézek, én még ezt nem kezdtem elnézni, de jó, jónak tűnik, igen. Hát gondolom, mondott a 20-as, 30-as, 40-es évek, 50-es, 60-as, hát 70-es. Hát 20-as években, hogyha csináltad valaki, 90-es, 100-as, 1000-es, 10-es. Már nem lehet tanúvédelmi programos, vagy csak nagyon rossz állapotban. 80-as évek, vagy mikor?
Szerintem frissebb, egy-két képet láttam belőle, és ott azért olyan automárkák voltak, amik a 20-es években talán még nem annyira. Voltak csak nem, amit néztek. Nem mentek még Bentley Continentalok? Idegen technika lehetett akkor. Hát utoljára ilyen című sor, ilyen típusú sorozat a Polip volt. Michele Placido, emlékeztek erre? Igen, én gyűlöltem. Egyet nem bírtam megnézni. Nem nézte? Annyira szerette. Micsoda, Cattani felügyelő? A legnagyobb volt. Imádtam. Nem szeretétek soha? Soha. Pedig nagyon izgalmas volt, nagyon jó volt. Jó volt? Végén megölik. Ha-ha. Valaki esetleg nem látta. Aha. Köszönöm. Jó, 70-es évek sorozat, ezt már kutya nem fogja megnézni, de nagyon jó. És ott is a szicíliai, a nápolyi maffiáról van szó. Igen, nápolyi, van liát citromos. Így tehát van. Nagyon durva. Mannerostyok. Nagyon durva a nápolyi egyébként, hihetetlen. Citromos is nagyon durva, de az olasz nápolyi, az aztán... Így van. A nápolyi maffia nagyon kemény. Na, mi van veletek, semmi? Hát ezek után, hát mi lehetne figyelj. Velünk? De tényleg, milyen élénk vagyok, mi? Napod van. Az meg lesz ennek a böjtje, 8-tól hallgatok. Az egyik kedves hallgatónk, nagyon kedves, köszönjük szépen, felhívta a figyelmünket arra, hogy már megint árulják a relikviáinkat, illetve nem a mi relikviáinkat árulják, hanem van egy oldal, ahol konkrétan lehet kapni Morning Show sapkát, bögrét, pólót, de nagyon, nagyon gyenge minőségben. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy logó és egy fotó rólunk egymás mellé van így buherálva. Hívjuk föl hét után. Adásban akarok vele beszélni. Valakinek ez a biznisze, hogy ezt lenyúlta? Többek közt, mert hogy mindenféle mintákat lehet kapni. Aha. Ezen az oldalon, illetve lehet rendelni ilyen ajándéktárgyakat mindenféle mintákkal, és ezek között a minták között szerepel a mi logónk, illetve a mi arcképünk. De ez egy levédett logó, tehát ha ő ezt használja, akkor abból csúnyabb így úgy szerintem lesz. Is ez lehet a legnagyobb probléma. A dologban ráadásul iszonyatosan gyengi minőségben, tehát az már így ránézés. Plusz a százalékot se küldi neked. Van telefonszám? Ja, szerintem. Megnézzük majd az oldalon pontosan, na. Jó? Hát hívjuk fel. Uh-huh. És rendeljünk. Rendeljük meg saját magunkat, és beszélgessünk el vele. Aha, nem? Mert hogy egyébként rengetegen vannak, akik tényleg nagyon-nagyon szeretnének egy ilyen ajándéktárgyhoz hozzájutni, de nekik mondjuk elsősorban, hogy máshol ne vegyenek ilyesmit, mert hogy nem lehet kapni. Csak nálunk lehet, illetve rajtunk keresztül meg a játékok megnyerésével lehet hozzájutni ilyen ajándékcsomagokhoz, meg természetesen a kitelepüléseket. Hát mi nem is áruljuk, hogy kimaradtam valamiből, a rendszergazdánk belendült. 3 éve lendülget, úgyhogy ismeritek, igen, hogy mennyire lendült, de majd most elindul a webshop. Na majd most úgy elindul a webshop, de olyan webshopunk lesz nem sokára, hogy aztán most már nagyon durva webshopunk lesz. 6 éve nagyon durva webshopunk van, és semmi nem indult. Tehát nem, ez sajnos nem indult. Annál nagyobb az értéke tényleg, hogy csak ajándék. Így tehát, hogy csak játékban lehet megnyerni, ennél nincs jobb, szerintem. Hát igen, de nem szép dolog még hamisítva sem árulni egyébként az interneten, úgyhogy 7 óra után van telefonszám, akkor felhívjuk az illetőt. És köszönjük szépen Gábornak, hogy megírta ezt nekünk. Igen, van vér a pucájában, akkor felveszi a telefont, és akkor... Nem? Biztos, hogy csak e-mail van, most megmondom. És rettenetesen igen, nem csak, csak e-mailbe lehet rendelni? Tuti, hát az a legbiztonságosabb, csinálsz egy, mint egy gmailest, vagy nem tudom, freemailest, ha van még egy ilyet csinálsz, és akkor onnantól kezdve szinte utolérhetetlen vagy. Ha most én megadod a számodat, van még ilyen, hogy feltöltő kártya, hogy nem kell, tehát, hogy nincs névhez regisztrálva? Hát, olyan már nincs, ugye? Ez a benzinúton kapható, és akkor föltöltöd 8000 ér. Van ilyen. Dominó kártyádat, emlékeztek? Volt egy dominó kártya, föltöltött. Tehát szerintem ez bármi egy ilyenek. Hogy nem kell hozzá nevet csatolni? Tehát bemész, veszel egy valamit. Tudom, hogy az egyik ilyen hipermarketnek van egy ilyen aha. rendszere, és ahhoz náluk lehet kapni feltöltő kártyákat. Ha föltett egy olyan számot, ami az övé a csávó, akkor gratulálok. Akkor utol leszel érve. Kitűző, bögre, sapka, póló, ezeket lehet, és egyébként van telefonszám is. Tényleg? Aha. Na, akkor rendeljünk. Akkor megkérdezhetjük tőle. Mikor van nyitva tartás? Nincs odaírva, hogy 11-től. Mi? De? 8-tól 18 óráig. Jó, akkor 8 után lehet hívni. Igen. Szóval meg lehet kérdezni tőle, hogy hát ugyan mondja már meg, hogy ezt egyébként levédett logót, tehát milyen formában. És miért? És hát igen, hogy nem, persze. Jó van, nincs napi új sajtónk? Kérlek szépen, egy darab újságunk van. A valószínűleg a nagyobb példányszámú bulvárlap berághatott ránk, mert tegnap óta nem érkezik na meg. De miért? Hát ezt mi rendeljük. Vagy elfogytak a témáik, és nincs is. Hát de mi mindig adunk, amit meg lehet írni. A mai ja, mondjuk az is igaz. A maiban is van olyan, amit mi beszéltünk ki először. Tehát a nagyobb példányszámú az nem jön. Nem jön? Nem jön. Most hogy az van, hogy elfelejtettük az előfizetést. Van nekünk, vagy csúnyák nem? voltunk, nem fizettünk, és akkor lemondták. Hát igen, vagy beszóltunk valamit. Aha. Őssejt levételt, tessék, kidobott pénz erről, mintha beszéltünk. Na, erről beszéltünk van egy pár nappal ezelőtt, igen.
Na gyerekek, elment a Merkel, lezajlott szépen. Ja. Nem. Hát nagyon jó, volt probléma sem. Nem volt probléma, tényleg, nem állt meg pisülni. Három órán keresztül nem ért haza a családom? Na. Neked az nem probléma? Hát nem. Neked nem. Hát nézd, Feri. Én otthon voltam, hát nem volt semmi gond. Hát gyerek, én sem mentem. Tegnap sem voltam, hogy nem vagyok hajlandó. Én voltam a városba, be kellett mennem a belvárosba tegnap, és nem volt semmi gáz. Bent voltam egészen délutánig, hazamentem, és ugye a BK-ik meg elmentek előkészítőre. Ilyen iskolai előkészítőre jár most a Panna. Ez a Városligeti Fasorban van ez az iskola, ahova ők járnak. Oda is fog járni suliba? Még nem tudjuk, több helyre. Ez egy jó suli. Igen? Igen. Na, hát, nem lehet rá mondani, hogy a Fasorban a sincs. Fasorban hát azért mondom, ez egy jó iskola. Azért, nem csak már a, neve okán is. Több helyen próbálkozunk, most nézelődünk meg, hogy a gyereknek is jó legyen, mindenkinek jó legyen. A lényeg az, hogy összeszedte, viszünk még egy kis barátnőt is, mert ő is oda készül, és akkor így áll össze. De beszáll a benzinpénzbe. Persze, hogy elkérjük. És elindultak volna hazafelé, amikor is az történt, hogy gyakorlatilag ugye az M3-ason haladt ki Merkel asszony, ezért ugye, ja, mert ment ugye előadni, ugye? Nem, ez már este volt. Ja, este? A röptérre úgy vitték ki. M3-as nullás? Igen, uh-huh. Úgy vitték ki a repülőtérre. Egy picikét meg. Gondolom megmutatták neki a Hősök terét, és akkor ott ugye fölmenni a Koskároly sétányon keresztül M3 kivezető. Ja, az egyetemről az egyszerűbb volt, hogy M3-as, és akkor hát úgy nullás. És órákig, de úgy képzeljétek el, hogy gyalogosokat nem engedtek át, az M3 kivezető fölött van gyalogos felüljáró, nem mehetett át a gyalogos. Aha, ha nehogy aztán ott. Mi, rádob egy tojást dobjon, persze. De simán. Vagy kézigránátot. Szerintem simán. Hát ugye most volt például egy talán a múlt héten, egy néhány nappal ezelőtt, hogy felderített a rendőrség egy ügyet, egy videófelvétel alapján, amit például tudom, egy-két évvel ezelőtt követtek el fiatalok, hogy azzal szórakoztak, hogy a 3-as metronak a nyitott szakaszán a felüljáróról ilyen diszperzites vödrökből ilyen literszámra öntötték a festéket. Aha. A metró szerelvényre. És abban a pillanatban ugye a sofőrnek fékezni is kellett, mert ugye a szélvédő teljesen festékes. Akkor lehet, hogy itt is attól féltek, hogy itt simán lehet, hogy leöntik őket. Úgyhogy ez volt 3 óra, ült 3 kiskorú gyerek, tehát egy 4 és 2 6 éves, akik sivítottak, hogy anya, de pisilni kell, old meg, próbálsz el farolni, visszafordulni, arra se lehet menni, úgyhogy sem erre. Tehát egy szolíd 8:30-es érkezés volt a szokott 6:30 helyett. Így. Akkor jó hamar lezárták, mert úgy szokták, hogy 10 perc előtte megállítják, elmegy a konvoj, és utána újra... Képzeld, de már nem engedtek rá. Újra elindítják, tehát az már elég flottul szokták egyébként. Na, hát most ez itt elcsúszott egy picit. Aha. Valószínűleg vagy még dolga volt Merkel asszonynak, tehát lehet, hogy ez volt a be nem iktatott pési. Ez aha. volt az M3-as felkút Mekinél egy ilyen kis dupla sajtbúri, egy nagy fanta, egy megfrízés, és igen, egy kód, és egy nagy eperség. Mindenféleképpen. Tehát lehet, hogy ezt így beiktatták. Nem volt az előre eldöntve, hogy arra mennek-e. De akkor simán átjutottak. Hát ők igen. 80-nal a tekes kamionnal külső sávban. Ők igen, ők átjutottak. Na jó van akkor, szóval lement a tegnap. Úgyhogy mikor jön, gyerekek? Mert itt most csak hogy kapkodjuk a fejünket, itt jövünk, jönnek, mennek itt most a nagy szaktekintélyek. Hát a Putyinál itt kökövön nem marad, gyerekek. Úgyhogy mikor jön? Valamikor februárban, ugye? Most érkezik ő is. 1-2 hét? Ákos, te ez biztos jobban tudod, hiszen ez a dolog. Van, de ha nem tudod, neked cikinek, igen, azért belekevertelek ebbe a megszólásba, hogy neked legyen cikin. Szerintem ő sem fog itt aludni hetekig. Mi az, hogy nem alszik itt? Hát nem tudom, kérdezzétek meg, hogy ez miért van így. Nincs elég hideg neki. Nincs elég hideg neki, meg nem. Gyerekek, mondjuk egy orosz nem akar itt maradni, az sose baj. Nem, hát legyünk őszinték, azért jöttek már úgy, hogy csak átnézünk, azért itt voltak egy pár évig, azért sose baj, hogy ide jön, de jelzi előre, hogy nem akar itt maradni. Az gyerekek, az van egy történelmi múltunk, azért nem baj, hogy azt mondja, hogy jó hazamegy, nem? Most csak jöjjön Dumájnak, menje haza, most ne szabadítsanak. Persze, és az még durvább lesz lezárások tekintetében? Valószínűleg, hát most még durvább az, ugye, azt sose tudom. Egyébként az volt az érdekes a Merkelben, hogy ugyanazon az útvonalon kellett volna visszamenni, ahogy jött a repülőtérről. Na, ugye? Tehát ezért volt furcsa ez a lezárás tényleg. Hogy igen, mindenki ott állt az M3-ason, és nem gondolta volna, hogy akkor itt most hirtelen. Hát valamilyen egyetemre ment még előadni, ugye? Igen, és igen, gondolom, hogy az ott volt valahol az András út környékén, és onnan nem hozták be a városba, nem ki az M3-as nullás. Tehát igen, csak ugye a BKK is az volt, meg a rendőrség honlapján is az volt, hogy ugyanaz lesz az útvonal visszafelé a Feri. Nekik smafu az, hogy kétszer annyi benzint égetett el az A8-as, érted? Aha. Neki az nem számít.
8 volt egyébként. Azt hiszem az. Á, 8. Még nem is egy, hanem több. Több A8-as is, érted? Tehát, mert hogyha onnan mész az M3-ason, kimész, és az M0-ason mész a Feriheig, az kétszer akkor, mint hogy az Andrássyról szépen Kiskörút, vagy Nagykörút, és Üllői. Tehát úgy sokkal gyorsabban kint is. Igen, csak ha azt nézzük, akkor lehet, hogy kevesebb embert érint maga a lezárás, ugyanis a nulláson ugye csak végig pikpakot, vagy mikor átmész a városon, akkor az egész városban mindenhol le kell zárni mindent. Tehát nem lehet, ez egy észszerű döntés volt. Nem lehet, hogy ez a terelés része volt már. Hát és az asztalában ült egyébként, igen. És így jött. Hát tudod, az én meg szent meggyőzős, hogy egy Fiat Multiplába az ögykörödött a Soroksárin kifelé, és a nagy konvoj ment a nulláson, ment a Multiplában valahol kívül, és kivitték a Ferihegyre. Legalább jó autót választottak. Persze. Meg ugye mindenhol megosztották az információt, hogy ugyanazon az úton fog visszamenni, hát ha biztonságtechnikai szakember lennék, akkor én biztos azt mondanám, hogy ja, mindenki erre számít, akkor mi nem arra megyünk. Miért? Mert pont ez az, amire számítanak. Másfele megyünk. Hát most, ha éleni Bruce Willis a sakál, érted? Hát így akkor behelyezkednék oda a gyorsforgalmira, hogy kilőjem a kerekét, az közben már nulláson mennek. Bizony. Nézd már, meg ott állnék. Vagy Danny DeVito a pingvin. Igen, szóval, hogy ügyesek ezek. Figyelj, szórakoznak, hogy erre mennek, arra mennek, aztán látod, hogy nem arra mennek. Lehet, hogy hallgattak titeket tegnap, aztán persze. Ötletet kaptam. Gyerekek az órunknál fogva vezetnek, úgyhogy teljesen mindegy, mert itt mondják, hogy itt vannak, az aztán unió? Ott vannak. Tessék? És próbálják, itt mennek, aztán mégis ott mennek. Szóval, Putyin mikor? 17-18? 17-én. Na gyerekek. Az kemény lesz. Na mindegy. Akkor, na mindegy, jó van. Aznap nem veszek fel a kék-sárgát. Hát, azt ne nagyon. Azt nem szereti. Annak nem fog örülni, igen. Oda integet. Véged is van, igen. Kérdezi valaki, hogy Jolly vitte az A8-assal? Tényleg, az egy jó kérdés. Hogy... Tényleg. Jön Jolly az A8-assal? Ha nem mindegy, hogy Jolly volt a sofőr, vagy nem, aki Merkelt az A8-assal vitte. Igen, szlovák rendszámmal. Na, elkezdjük a reggelt. Jó, meghallgatjuk Ákos hírösszefoglalóját. Nyilván benne lesz a tegnapi nap is, vagy hát legalábbis a tegnapi nap történései. Mi pedig várjuk az SMS-eket, mert hogy lehet jelentkezni játékra. Ha valaki szeretne velünk játszani, mi volt tegnap? Hát még nem volt névnapod, az biztos. Oh, még nem. Erre emlékszünk, de egy győzelem nálunk van. Ja. Egy győzelem. Egy győzelem, hiszen ma kedv van, ezért csak egyet játszhatunk a névnapod előtti játékon. De nem az volt, hogy kihúzta tegnap? Azért mondom, hogy kihúzta. Azért mondom, hogy kihúzta ő tegnap egy percig. Ja, tényleg, jó. Ja, igen, mert egy nagyon jó játékosok voltak, aki a fürdőkádból vert meg minket. Beült, igen, beült a fürdőkádból, és nagyon alázott minket, úgyhogy 1-0-ra vezetnek a hallgatók. Ez nem lesz így sokáig. Fél hét múlt 2 perccel lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 8 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk, február 3-a van a névnapom. És... Természetesen lesz majd egy külön blokkerrel, egy 5 perces Ákos most készíti. Így van, egy hírösszállítás, hogy mi történik a névnapomon. Jó, nem csak az én névnapomon, még egy csomó Balázs hallgatónk van. Azért ünnepeljük meg őket is, nem? Tehát ne felejtsük el azért. Ne felejtsük el őket. Balázs után őket is köszöntsétek fel, mindenképpen. Mindenkit, a sorrend legyen a megfelelő. Na, 1-0-ra vezetek a hallgatóink, gyerekek, ez nem jó hír, úgyhogy revansot kell venni. Jó, bárki játszik, ma nagyon el kell popsizni. Nagyon el kell csúnyán popsizni, hogy hozzuk a hetet. Mert ha 2-0-ra mennek el, az viszont meg már nagyobb baj. Az nagyobb baj. Úgyhogy hozni kell. Jó? Ja. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető... 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. 7 perc múlva 7 óra. Haló, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, muhaha. De az nevetek ki utoljára nevet. Miért? Egy kemény nő. Hello, Kriszti, jó reggel. Sziasztok. Kriszti, honnan hívtál minket? Budapestre. Mit csinálsz? Éppen főzök. Na, már ilyenkor rám főzöl? Ne tudom, hogy tényleg? 90-ben nem kell dolgozni, azt megtartom egyelőre talomba, hogy mit főzök. Na, de most miért titok? Miért nem mondod el? Mondd már el. Majd kiderül. Hát, gondolom névnapi ajándék Balázsnak, nem a kedvencét főzőnye. Igen, boldog névnapot. Ülé 102, a futár biztosítjuk, oda küldjük, taxink van, elmegy. Jó. Mindenre kapható. Kenyér is legyen, mert szeret tunkolni. kicsi piros lábasba tedd nekem félre, jól maradik. Na, de most a játékra tartogatod, hogy mit főzöl? Igen. Vagy... Ja, játékra. Ú,
de veszélyes. Már kész. Jó, kivel akarsz játszani? Hát szerintem egyértelmű Ferivel. Ja, mert hogy főzöl, akkor... Van itt Gógyi. Jani? Nem, Feri. Nem ő. Na jó, a Tritova Fire. Elárulod, hogy mit főzöl? Szia. Szerettem volna amúgy is kérni a tanácsodat, vagy a szakértelmedet, hogy még életemben nem csinált a paprikás csirkét. Ott a vége. Akkor itt a vége. Életedben nem. Nem csináltam biztos semmit, de az nagyon, szép. Nagyon fontos dolgot akarták kérdezni, de sose érdekel tudjuk meg. Érdekel a paprikás csirke. De sose tudjuk meg. Szép volt, Feri. Ha nem csináltál, Feri, jó tanács az, hogy csinálj. Így van. Most kezd el. Most nagyon jó csirke lesz. Meg lesz. Nagyon jó étvágyat kívánunk hozzá. Sose tudjuk meg, hogy mi lett volna a kérdés, de talán nem is biztos, hogy baj. Hely, Krisztikém, de sajnálom. De sajnálom. Igen, még ha őszinte volna, igen, sajnálatod. Még ha nem szakadna rá a Ferire az a hangszóró, ami fölötte van, igen, ezzel a de sajnálommal. Veszélyes. Kriszti, ez egy nagyon rövid játék volt, viszont ja, biztos igen, nagyon jó lesz a csirkepörköd. Ez biztos. Amikor a paprikát beleteszed, mindig húz le, jó? Nehogy megégen, és akkor keserű igen lesz. Bőrével együtt főz, mert akkor lesz jó szuttyogós. Puszi. Ennyi. Azért köszönöm a tanácsokat. Nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Köszönjük a játékot, ciao. Jó szutyogást! Jó szutyogást! Istenem, hát ez megvan. A névnapodra mit adtam neked? Na tessék! Mit? Győzelmet! Semmi. Nagyon jó. Egy fontos győzelmet. Feri mondott valamit egyáltalán a játékban. Igen, én kérdeztem, hogy na akkor mi a recept. Ja, vagy? Igen. Hát ennyi, gyerekek. Most te meg mit kisebbítesz? Ja, nem kell. Hát már maga a tény, hogy veled játszott, már az demoralizálta a játék most, érted? De miért? Egy fél mondattal tökre vágtad. Nekem hozom a pontot, és nekem esel. Ez hát nagyon milyen jó bajtársiasság ez? Ez a jó, ez a kezdőrugásból öngól kategória volt. Szegény, de te jója. Jó volt ez nekünk most. Keménykedett. Azt érted. Mondta, hogy majd a játékban, meg megkérdezte. Így ezt sose tudta meg, hogy mi van a csirke paprikással. Sose tudjuk meg. Na jó van, gyerekek. Tegnap az M0-áson délután minden bokonál rendőrök álltak, ezt Kól küldte nekünk. Igen, M7-es Köröshegyi köd, de jól lehet haladni. Az M5-ösön Kecskeméttől az M31-es Nyíregyháza felé vezető oldala jól járható, hatóságmentes. Robó a pilóta küldte nekünk. Régi Fóti jól járható, Volános Dávid üzente, csak egy kicsit hideg van, valamint Cikszó után Miskolc felé mérnek a 3-ason. 70-es tábla és köd van, mindenki vigyázzon. És tényleg ők úgy küldtek közlekedési információt, hogy nem írták bele, hogy boldog név. Már előtte beleírták. Már előtte beleírták. Jól van, akkor egy-egy. Úgy tűnik, igen. De egy-egy. Mi van azzal a dologgal, pont egy éve mondtad el, hogy téged nem érdekel ez az egész névnap sztori. Mi van? Mi történt veled? Hát továbbra sem. Hallgatókat látod. De nem, hidd el, hogy nem említeném meg, ha nem jönne ennyi SMS. Muszáj az SMS-ekről beszélni, és hát tele van az SMS fal. Gratuláló SMS-ekkel. Nem tudok mit csinálni. Egyszer nem tudok mit csinálni. Tilthatod meg a hallgatóknak, hogy figyelmesek legyenek, meg ajándékokat hozzanak az ülői 102-ben. Mondjam azt, hogy ne írjanak. Bántsam meg őket azzal, hogy most hagy, ne költsetek erre utat. Nem tehetem. Nem tehetem. Hát és az ajtónk is nyitva van egy reggeli számára. Az meg a másik, hogy az ünnepi reggelinek nagyon örülünk, és nagyon éhesek vagyunk. Így hány újszülött kapja majd ma a Balázs nevet, meg esetleg a Szintiát, hogyha nem fiú. Ma párhuzamosan? Állítólag, igen. Uh-huh. Ma Szintia nap van is? Uh-huh. Szintia nap is van, igen? Igen. Intézkedsz? Hogy ne legyen? Miért kérdez? Ma csak egy névnap lehet. Ezt nem homályosíthatja el. Semmiféle. Szintia, meg vazul, meg ubul, meg nem tudom én. Tihamér, meg hasonlók, nem. Ma csak egy van. Nem, egyébként Csinszka van. Az se lehet. Csinszka se lehet. Hát most nára, hogy ezért a Balázsok legyőzik a csinszkákat. Tehát, hogy egy szerintem a makkomon ahány anyajegy van, annyi csinszka van Magyarországon. Hát, körülbelül. Lehet, hogy egyel, nem láttuk még az én nagyon pecsös rész. Szörnyen szeplős ide. Ide nagyon szeplős. Tehát, az a szexepilje. Több ezer Balázs van. Na most ahhoz képest, ha a Balázsok és a csinszkák ma reggel megrohamoznák egymást a Hősök terén, mi lenne? Én láttam egyszer egyébként a durvább, mint a Pöttyös Rudi csomagolása. Nagyon durva. Úgyhogy azért van csinszka az országban. És pirosabb is. Tényleg. Igen. 2 perc van pontosan, 7 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 7 óra múlt pontosan, 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Te jó Isten, mi van itt ma reggel, gyerekek? Mi van itt?
megjöttek a hallgatóink ajándékai, amiket nem sokára megkaptok, sorsolunk majd. Ugye ezek NFL-es relikviák, egy vadonatúj sisak, egy igazi NFL-es sisak, valamint egy amerikai foci labda. Ugye? Tulajdonképpen. Ezt kaptuk mi a Ricsi televíziójától, mert drágák voltak, nem kértük, csak ők helyesek voltak, és küldtek nekünk ajándékot. Ilyennel rúgták a bört egyébként hétvégén a Super Bowl-on, és ilyen sisakot viseltek. Nem voltak olyan drágák, egyébként láttam az árcédulákat. Igazi korrekt. Ezek megjöttek közben. Marha jól néznek ki egyébként, és hát... Jól néznek ki, tényleg. Többé-kevésbé sértetlen csomagolásban. Már az egyiket megpróbálta Balázs kibontani, csak ő nem tudja, hogy kell. Aki a sisakot majd megkapja, az gondoljon arra, hogy ennyi mély vagy, mély napos. Nem, ez a hallgató kérdez, Balázs, azt ne. Balázs, ne úgy bonts, ki lehet azt bontani, mondta Jani egy ilyen halkszó ajjal, hogy ki lehet azt nyitni rendesen, és... Úgyhogy hát a sisak az már úgy kerül majd az új kis gazdájához, hogy már nem lesz dobozban. Na jó, de nem a doboz a lényeg, hanem a sisak és értéknövelő dolgot hajtottunk végre, mert volt rajta is. Hát rám szorult. Hát a rajtam igen. Nem volt, mert nem ment rám, félig rám szorult. Ne adod neki. Félig rám szorult a sisak, és újra azt kellett konstatálnom, hogy valójában nem hazugság, hogy rohadt nagy a fejem, ugyanis egy szerintem egy XL méretű, vagy hát legalábbis egy olyan méretű, ami Janira simán ráment, a fejem közepéig tudott csak rám jönni. Igen, Janira mindenkire ráment. Szörnyen nyomorúságos érzés, de megint rám szorult egy sisak. Az állvédő az orrvédőként funkcionált, Balázs. Igen, úgy néztem ki, Hannibal Lecter, akinek egy ilyen biliárgolyót tettek a szájába. Meg a támadom a súfói. Igen, és megkötözték. Szóval, hogy nagyon szép ez a Super Bowl-os sisak. De nézd meg, lát, ott a dátum, 2015, második ó, elsője, Arizona, tehát minden rajta van a sisakon egyébként. Laci írta rá Fipszlóla. Most mindegy, nem? Igen. Finom, bőrszagú egyébként, gyönyörű, ezüstszínű, lila. Hát a belül ez... Az bőr? Ne, csak azt mondom. Ja, mit tudom, én műanyag, vagy mit tudom, én mi? Bőr az gyerek, ez igazi. Ennyi. Vikunya. Na, és az Instagramon már, igen, felébresztettük azokat, akik szerettek volna aludni, de most jelzést kapnak, hogy az Instagramra jött valami poszt. Ezt így hívják, poszt jön az Instagramra is? Nem. Instagram kép ilyen. Te összekevered a silbakkal. Mert az Instagramon megtekinthetőek már ezek a relikviák. Az egy nagyon szűk és nagyon elit közeg, az Instagram közeg. Csak mondjuk, mondom, ez egyre kevésbé áll meg. Hát a 23 ezer, a 300 ezeres Facebook tömegünkhez képest azért az még egy nagyon szűk, de nagyon elit társaság egyébként, akik az Instagramon vannak. Havonta egyszer kapnak is képet, és ott meg lehet nézni ezeket a kis relikviákat, mert ott vannak. Jó? Mikor sorsoljuk? Legyen, mondjuk, hát várjuk meg, hogy mennyire meg kiknek tetszik, és akkor ott holnap, vagy ma legyen? Már hogy várjuk meg, kérdezzük végig a folyosomány. Holnap legyen, hogy egy pár lájkot. Hogy kell-e valakinek? Pusztálják, közülünk? Nézegessék, terjedjen a híre, hogy van nekünk egy ilyenünk, és akkor utána. Jó? Hát de most terjed, hát elmondtuk most ezt reggel 7 órakor, hát azért ennél jobban az Instagramon pedig... nem tud terjedni, mert 20 ezeren vagyunk adásban, meg 1 millió. Na azért, hogy 9-kor is elmondhassuk, hát na, ha akkor már többen még. Még egyszer ne adjátok oda Balázsnak a bont, mert van, a labda az még bontatlan, azt nem bontotta ki az ősember. Enyém! De van már másik labda, ki van bontva. Muti, dobd ide, az is igaz. Ne dobáljátok már! Igen, hopp! Hú, aki fél a labdától, azt el is találja, Feri, vigyázz! Tehát, ha van labdafélelmed, az mindig nem volt egy gyerekkorod, mindig neked szállt a labda? De mindig így álltam ki. Igen. Nem. Egyik kezemben egy kolbász, a másikban egy szalonna. Dobták a labdát, csak nem dobom le a földre a kaját! Inkább bele arra pok! Feri, vedd le fejjel! Azért nem látok az egyik szememre. Igen. Nem, hülye voltam, nem, azért nem, ez azért mondom, mert a Viki is mindig fél a labdától, és sétálunk a tengerparton, strandon. És biztos, hogy fejbe rúgja. És biztos, hogy eltalálja egy labda. Igen, és csak az, hogy te vagy a másik oldal. Észrevettem, hogy aki fél a labdától, azt el is találja a labda. Tehát ha te félsz a labdától is, és strandon neked az a félelmet, hogy most itt valaki labdázik és fejbe dobnak, 6000-en feküdnek a strandon, 4000-en pihenek, és téged fog eltalálni a labda. Ez tipikus egyébként. Megint annak kell előjönni, mert mindig szoktam mondani, hogy a pozitív hozzáállás mi lenne, akkor, hogyha például a Vikinek sirály félelme lenne. Akkor, érted? És akkor, hogyha állandóan belecsapod el a sirályok. Érted? Ne félj el. A labdától félni jobb, mint a sirályoktól. Félni például csak. A combine félelme volt annak idején, hogy 8-szor ütött el. Nem volt. Soha nem volt combine félelme, közöttük nőttem fel. Ide te például félsz. Szaladtak, mint a kisfúk, mikor jött a combine. Meghallottatok, jön a vadász meg a combine, aztán szaladtatok. De nem szaladtunk. A rosszba. Merre fussunk, karak, merre fussunk? Arra van a sima bőr, erre fussunk inkább. Nem féltünk tőle, és a szénabogjában való szerelmeskedés nagyon szép dolog, csak kicsit szúr. Csak szúrós. Te például félsz a sisaktól? Rohadtul nem. Én semmilyen sporttól nem félek. Én nem futok el a sport elől. Én ha sportolni kell, akkor nem futok el. Te ott vagy. Én ott vagyok, ha sportolni kell, gyerekek.
Mi hozzám akartad vágni a sisakot? Ezt hát csak hogy kérdeztem. Elmondom, el kell, ha igen, te dobálsz a labdával, akkor csak visszadobom. Na, ha valamitől nem szélek az a labda. Gag, hogy iszonyatosan beleveri a fejed, és tudod, így ledőlsz így oldalt. Igen. Feri, nem biztos, hogy ez jó poém volt. Igen, és így beleveri a fejemet hatszor a sisakba. Dobálsz még, dobálsz. Na, mondjunk valami konkrétumot. Holnap. 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 Jó. Egy napig élvezzük a dolgokat, nézegessük meg. Holnap szerdán 9 óra után akkor kisorsoljuk. Így. Jó? Legyen így. Jó. Legyen ez. Addig gusztáljátok, fönn van az Instagramon a kép. Tudjátok, a szűk elitnek. Az egy nagyon szűk elit, de lehet csatlakozni. Csak már mondom, hogy 23 ezeren vagyunk az Instagramon. 23 ezer jó barát várja a képeket, amik sose kerülnek föl, mert hogy az utolsó poszt, megmondom mikor. Hát, igen. Szóval, hogy az a 2 hete volt. Az egész jó. Ha nem kell annál sűrűbben. Az egész jó, az a Roberto Carlos, a Roberto Fabregas. Igen. Diego Maradona által aláírt 86-os mexikói VB-ről egy mellett. Nem, az ugye a Ronaldos Fly Emirates-os, mi volt az? Emirates-es, mi ez? Nem tudom, ez... Utazós. Real Madridos mez, na, ezt akartam mondani. 2 országot is megjárt. Ja, gyerekek, na... Na jó, van, fönn van már, és egyébként már lájkolták rengetegen. Persze, hogy lájkolták. Miért ott is lehet ez a 319. Hát persze, lehet. Én csináltam a képet, hát hogy ne lájkolták. Hát ez jó. Nem tudtam, hogy ott is lehet lájkolni. Micsoda, 337 már abszolút jönnek nagyon a jön. Akkor viszont ketten visszavonták, mert Jani még 339-et mondott. Azonnal törölték, igen. Na nézzük a közlekedési híreket, mit írnak a mi hallgatóink. Nagyon sokan kívánnak boldog névnapot, és ez nagyon jól esik, köszönöm szépen, de még nem kívánt mindenki, úgyhogy tessék csak nyugodtan. Reptér felé a gyorsforgalmiról balra kirepült egy sárga autó, legyalázta a szalagkorlátot, és füvet szedett az árokban. Dobi küldte nekünk, köszönjük szépen. Víga Balázs valahány köszönti őt minden lány, de Bónika bánatos, 40 éves lett ő most. Látom, milyen szép. De szép, szép kis versek. Bónika. Szép kis versek ennek, igen. Harmadik kerület Bécsi út, Vörösvári út kereszteződése után kifelé a 10-es út irányába van egy baleset, mindkét sáv lezárva, szervíz útra terelték a forgalmat, Laci 76 küldte nekünk, köszönjük szépen. És az Ákos bejött az előbb, mondott valamit, de senki nem figyelt. Viszont tegnap az M0-áson délután minden bokornál rendőrök álltak. Nem, nyilván arra gondolok, hogy ő mondott valamit az M0-áson, most van ott baleset, vagy nincs, mert álltok, bemondtunk mi is valamit, és a rendőrség szólt, hogy ne mondjuk, mert nincs ott semmi. Ákos, de gyere most már! Megint írtak, Ákos. Most itt fogok fütyörészni, meg én is kibejárkálok, hát úgyse figyelnek. De most figyelünk, mondtál valamit? Ne durcízek, kicsi. Durci Manó, meg oda bújjak, adjak egy puszit. Gyere ide, na. Nem csak ő ajánlotta föl. Gyere, Durci Manó. Igen, bemondtuk, mert az egyik hallgató írta, hogy az M3-ason valaki szembe ment Budapest felé a forgalommal. Én rögtön kapkodva a telefont felhívtam Pécsi Norbert barátunkat. Aki még nagyon aludt. Nagyon aludt, és mondta, hogy ő már telefonált a rendőrségnek, és azt mondta, hogy igen, így van, majd mielőtt bejöttem volna szépen megírt hírblokkommal, akkor egy perccel hírek előtt telefonált, hogy nincs így. Úgyhogy ez az info, ez valószínűleg téves, tehát nem történt elvileg semmilyen baleset Budapest felé az M3-ason, és nem ment senki szembe a forgalomban. Tök jó, ez őrült jó. Na. Ez jó hír. Na jó. Nem, szóval, hogy nincs baleset. Most fejen állok és táncolok, vagy valaki. Egyébként azt megnézni. Azt igen. Jó, tehát akkor minden rendben az M3-ason. Abszolút, igen. Jó. De most ne kezdjenek el szembe menni nekem, meg mit tudom én. Ja, gyerekek, ez a, ne legyen igazam. Számomra a közlekedés egyik nagy rejtély, ez a szembe menetel. Szóval, hogy ez... Pedig most megint volt a múlt héten, ez ráadásul egy autó fedélzeti kamerája rögzítette is, és nem hiszed el, mennek egy, már előtted megy egy autó, te szokásosan követed, és azt látod, a belső sávban mentek, hogy elhúz előled, és én azt érezném, hogy nyilván lemegy, és mehetek én. És ahogy ő elhúzott, jönnek veled szembe. Nagyon, ez kell lenni. Ez nagyon kemény. Azért az, ilyen még a Need for Speed-be sincs, de az tényleg az kemény. De hogy? Hát ott a behajtani tilos táblákon keresztül mész fel egy autópályára. Ez valószínűleg egy tévedéssel indul, csak aztán úgy is marad. Tehát, hogy amikor 60 kilométeren keresztül nem érted, hogy Ákos, mi van. Ákos, nem lehet tétel. De amikor tényleg 5 kilométeren keresztül mész, és 43 autó jön szembe veled, és most persze jöhet az a vicc, hogy ha mindenki szembe jön, milyen hülyesek, ez senkinek ügye, de hogy akkor se állsz meg, húzolsz le, és fordulsz meg? Már a felkanyarodásnál nem érted, mert olyan tehát olyan szögben kell menned, ami nem létező. Igen. Érted? Jó. Tehát visszafelé mész föl a pályára. Igen, de még nézzük meg, és hogy ott felmegy. A kéz, meg ott a behajtani tilos. Még az is elengedem neki, hogy Stop! Utána látod a behajtani tilos táblát, és azt mondod, nézd már, ezek a hülyék fordítva rakták a behajtani tilos táblát. Még leszúrod a táblakezelőt is, hogy az útkezelőt, hogy rossz helyre rakta a behajtani tilos. Oké, még ezen is túl vagy. Elindul szembe az autópályán. Jön egy autó szembe.
Integet, be tudod a rossz statisztikai adatnak visszintegetni. Még négyen elmennek, és mind a négyen villognak, és még ott se jön rá. És 5 kilométer, 10 kilométeren keresztül megy az autópálya. Ott mire gondol? Mi jár közben a fejében? Ennek az embernek hogy lett jogosítványa, hogy megy el szavazni, hogy neveli a családját? Ha csak nem, mint a gyengéllátó beteg nyilván. Ugye vannak, akik egyébként nem. Tehát ráadásul, nem mindig beteg emberek mennek föl azért. Ráadásul annak is fel kell tűnnie neki, hogy a mellette lévő, tehát hogy a sövény túloldalán lévő sáv mellett lévő táblákat tudja csak leolvasni. Plusz ugyanarra mennek az autó. Mindegyik fordítva van. Igen. Részeg volt az útkezelő. Lemart a savas eset. Szóval nyilván van, aki öreg, idős, rosszul lát, azokat az ember inkább sajnálja, ott nem tudsz mit csinálni. De vannak, akik egyébként tényleg úgy nézik el, kamionsofőrök, stb., akiknek közben meg nem esik le. És megy a kamion, amit Anglia autópályán történt. Most 16 kilométeren keresztül ment a kamion szembe. Tehát, hogy rossz oldalon van a középső elválasztó sáv, a másik oldalon, az ellenkező sávban mindenki ugyanarra megy, mint te, nem látod a táblákat. És egyébként meg mindenki ugyanarra megy, mint te a másik oldalon. Hát ti? Versenyzel, köcsök, tudod. Tehát, hogy nézd már, hogy nyomja neki anyjuk. Hát akkor... Milyen jó, hogy van a sáv, nem ütközünk össze, na gyere, tegyünk rá még akkor 140-ig. Szóval, nem hogy... És ilyen tök elégedetten vezetésének, hogy süt a nap, nehogy szomorú légy, lehetne százszor is rosszabb. És tudod így, és következő pillanatban szembe jön egy kamion. Elképesztő. Hát nem. Igen. És az esetek nagy többségében egyébként épségben szállnak ki az autóból. Tehát, hogy ilyenkor az ő védőangyaluk, az arkangyal, igen, ő. És az ártatlanul közlekedők járnak, az esetek nagy többségében rosszabbul, mindig, ha nézitek a híradást. Nem szembe ment a forgalommal, épségben megúszta, és ütközött egy szabályosan közlekedő autóval, tudjuk aztán a folytatást. Azért, tehát, hogy az esik pánikba, aki szabályosan közlekedik ebben az esetben, meg ő jön zavarban, mert neki teljesen természetes az, hogy szembe megy a forgalommal, ő nem érzi ezt gondnak. Én nem is tudom, mit csinálnék. Tehát lehúzódnék nyilván, utána azonnal hívod az autópályakezelőt, vagy a rendőrséget, utána menni nem mész, vagy nem fordulsz meg, vagy nem próbálod megállítani, nem? Hát igen, mondjuk előbb beér, ahova akar, így. Tehát mert nem megy utána senki. Ez egy jó érva mellett, hogy miért használjuk fordítva. Én így szoktam közlekedni. Ha nagyon sietsz, akkor Miskolcig a szembeforgalommal mész le. Volt egyszer, talán Angliában történt, hogy két nagyon bátor kamionos megállított egy harmadikat, azt láttátok? Hogy leadták igen, valahogy a kamionosoknak, hogy 6 kilométerrel feljebb jön egy társatok, nyilván nem társult, egy bolgár török, nem tudom milyen kamionos, jön szembe. És a két kamionos egyébként életük kockáztatásával összezártak egymás mellé, és elkezdtek villogni. Na most ott az illető vagy veszi és megáll, vagy frontálisan ütközöl, és a két kamion összezárt, és úgy állították meg a szembejövőt, hogy az látta, hogy hogy nem tud elmenni, és ezért kénytelen volt végig. Kicsit így összehúzták magukat. Most azt gondold el! Hát gondold el, amikor úgy állsz ott, hogy úgy ülsz, hogy most megállsz, lelassítasz, és abban bízol, hogy ő most észreveszi, hogy te megálltál. De hát aki jött 10 km szembeforgalma, nem biztos, hogy észreveszi, és megállt. Láttad ezt a videót? Igen, láttam. Lehet, hogy aki szembe ment, azt hitt, jó játék, átférünk között. Ja, igen. Nézd, már ezek szórakoznak, és akkor milyen nehezen találhatott a bátor sofőr, akinek a fejéből kipattant partnert magának? Hallod, fél csinál, nem romlandot szállítok, nekem minden volt kellene arra, hogy de majd legközelebb. Érted? Ilyenkor CB-n meg tudják beszélni, hogy persze. Mert ugye CB forgalom legalábbis Magyarországon nem engedélyezett. De is nem tudsz átszólni a másik kamionosnak? Vagy neki nem volt CB? Biztos, hogy azonos nyelvet beszéltek, nem tudod a hívószámot, nem tudom, hogy tudod-e, hogy kell őt fölhívni, vagy azon a frekin van-e, hát én azt nem tudom. És mikor megállítod? Csak azt szeretem valamit. Szóval és az, hogy megállították, akkor a török kamionos kiszállt, és lefújta mind a kettőt. Úton állók, tolvajok, úton állók. És sokkolóval kivizette mind a kettőt. Nem, hát azért az kemény. Az kemény lehet. Na mindegy. Jól van, Ákos, köszönjük szépen. Na, jó. Én köszönöm. Na. Hát most mi? Ne, szalai, egy csomó dolog történik most is a világban. És képzeljétek, azt történik. Csak egyet mondja, nagyon jó leszek fél nyolckor? Nagyon jó? Kiváló leszek fél nyolckor, de a foci trollok miatt muszáj mennem, hogy minden kiejtést gyorsan átnézzük. Aha, hát azt engedd el. Férje segítséget nyugodtan. Azt szerintem engedd el. Kit kell mondanod? Kit kell most mondanod? Guardiola? Nem mondom meg, mert... Legyen benne is. Guardiola, vagy ki? Még felveszem ezt a sítjakot, és ez jobban fog menni szerintem. Neked ez még egészen jó egyébként. Vannak itt kolléginák, akik ezen a téren azért kihívásokkal küzdenek. Nem egyszerű, ez még azért nem egyszerű egyébként. Tehát de jaj, de van kollégiális név, akkor, nem hát, persze. Amikor egy kontextusba rakod a nevet, akkor nagyon nehéz utána kimondani. Tehát, aha, hogy mondjuk előtte azt mondom, hogy Kobe Bryant, utána sikerült nekem a Carlo Ancelottit egyszer. Mondom Ancelotti, tehát most nem így. De hogy Ancelottinak. De hogy megzavart a Kobe Bryant, vagy annyira megörültél, hogy jól mondtad, hogy azt mondtad, hogy teszek az Ancelottira, már a Kobe-t jól mondtam. Így van.
Nem. Próbáltam mindegyiket jól mondani. Kobe Bryant is azt mondta, kimondtam, mindegy, most már Ancelotti gyerekek. A Kobe-t kimondtam, megvan, tudod. Nem lehet, hogy mindenki más rosszul tudja ezt az Ancelotti. Ez picit ilyen áthallásos, mint hogyha élennék a kamionos, most úgy érzem. És megyek szembe. Valóban nem könnyű ezeket kimondani. De megértem. Most próbálok én is segíteni. De most az összeset el fogom rontani, úgyhogy ne beszéljünk róla. Na, csak azt mondani, lesznek P8-kor nevek? Lesznek. Lesznek. Jól van. Lesznek magyar nevek lesznek. Videó. Jaj, jó. Vagyik azért az megúsztad a Perugiát. Meg a Lazio. Na. Gyerekek. Na, Lazio. Lazio, igen. Gyerekek. Van egy olyan oldal, képzeljétek el, hogy medveléssel foglalkoznak. Nem most jött ki a medve tegnap, vagy tegnap előtt? Most, nem, most nézte volna. Meg az árnyékát, ugye? Tegnap. Hát megnézte, látta is? Mi volt tegnap? Nem, mert délben jött ki. Hát napsütés volt, nem? Napsütés volt, nagyon szép napsütés volt. Na de ez is érted, ahol volt napsütés, mert Budapesten a fővárosi állat és növénykert fölött napsütés volt, az a medve kijön, meglátja, de mondjuk, ha kijön a Bakonyban egy medve, és az nem felős, semmit. Ott meg ott meg az a erdők. Fák között, igen. Hát meg az erdők miatt ott egy igen. Na, csak azért mondtam ezt a medveles oldalt, mert hogy el lehet hozzájuk menni medvét nézni, és ugye azért érdekes a dolog. Ja, nem a medve néz? Nem, például. Nem, az, hogy fociznak a medvék, és medveles van. Ja, igen, aha. Hogy kilép valamelyik, és akkor igen, lefújja, és azért les. Lefújja a róka. Igen, a bárány a bíró, és mindig a bárány a bíró, az orszarvú a paltjelző, és ha medve lesz, akkor medveles van. Miért futjára baszni? Medveles, érted? Tudd, hát nagyon. Nem, mert ugye van különbség az állatkerti medve között, és az igazi medve között, és engem nem érdekelnek az agyonzabáltatott, elkényeztetett, hülyére etetett állatkerti medvék, mert az nekem nem autentikus, hogy látta az árnyékát, vagy nem. A lényeg, hogy az igazi medve, akit nem kell bögdösni hátulról egy hegyes bottal, hogy mondja brum. Így van. Kijötte és megnézte az árnyékát, vagyis milyen telünk lesz. Medveles, egyébként a Hargitán van, gyönyörű. El lehet menni, és szürkület után 2-2,5 órával kell odaérned. Nagyon érdekes a dolog, és elmehetsz medvelesre. Szerintem ez szenzációs. Csendben kell menni, hosszú túra vezet odáig, intenzív parfümöket kerülni kell, ott van a család, és megnézheti élőben a medvét. És hát ez milyen szép, a családot ültök, és egyszer csak beül mellétek és a kérik, marci. Hogy cipzáros ruhába menjetek, mert a gombokat nem tudja megemészteni a medve. Itt az a nagy rossz, ha elmegy mellett veled a horvát család, akik egész végig patogatott kukoricát zabálnak, nachoszt tesznek, és a 8 éves gyerek kiabálja az egészet. Végig kiabálja az egészet, utaztál. És... Anyika! Anyika! Hol van a medve, Anyika? Anyika! És te ülsz a családoddal, utaztál 4 órát, hogy elérje oda, mert megfizettél, nem tudom, horror drágán, és a 8 éves pisztiká, hova már menjél? Anyika! Ez gombios francba már! Miért ülhet ezt az erdőbe? Nem azért jövök ki, hogy itt ülhet az erdőbe! Úgy megverlek az állat magát. Na és ez történik. Ne bögdössél a bagettel! Igen, tedd el azt a fasírozott a zsömbét, tudod? De pont erre gondoltam én is, hogyha elmennék a családdal, egyrészt ki garantálja nekem, hogy nem a kis család jön velem. Azért most gondold el, hogy jön ki erre a medve. Tudod, egyébként így kidőcögne, tudod, hát így akarnak valami, és az végig mondjuk előveszik a fasírozott a zsömlét. Hallod. De mi van, ha egy ilyen mohó, minden megzabáló, hangos családdal mész el medvelesre? Vagy castingolják a családokat? Mert én ott békesen elmegyek a kis családdal, de mondjuk tényleg eljönnek Rákóczik, akik egy órás túra alatt megesznek egy fél ökröt. Érted? Hát ott de adunk mi... neked is, megnyugodhatsz. Ott milyen medveles lenne? Az ökörre jön a medve. Az ökörre jön a medve? Hát az ökör, hát persze, ökör húst szereti a medve. Hát de most nem úgy van, hogy egy család egy medve? Vagy ez egy osztott medve? Tehát, hogy többen is mehetünk? Hát nem tudom. Szerintem többen is lehet menni, csak ne legyetek hangosak. Ja, ha jön a medve, az biztos, hogy én meg leszek dermedve. Ja, tényleg, igen. Boldog névnapot, Balázs. Na jó. Szóval, hogy mondjátok el nekem, hogy van ez? Felhívjuk egyébként a hírek után a szakértőt. A szakértőt, egy olyan vadőrt, aki a Hargitán vadőr, gyerekek. Hát ez már önmagában is szépen hangzik. Hogy mondja el nekünk, hogy kell egyébként megszervezni egy ilyen medvelest, és mi van, ha hangos a család? Illetve garantálják-e pénzvisszafizetési garanciával, hogy láttok-e medvét? Vagy befizetem a 20 eurót, és akkor... Most például mehetsz medvét lesni, amikor még egyébként alszik?
Hivatalosan hát, most alszik. Mehet, ne? Csak nem jön ki. Nem lesz túl izgalmas az élmény. Na, ott de nem, ilyenkor nem jön. Az a lyuk, az a hatalmas barlangnyílás, ott szokott kijönni a medve. Már nem látok hónapok óta, de ott szokott kijönni. De ne gyerekeket, egy igazi medve most alszik. Na, igen, hát és aki ilyen rohadt nem éhes, jön. Hát én nem lesném meg. Én azért nem állnék ott a izén, na ide üljenek le, itt vannak a székek, foglaljanak két parancsolom, és ki volt ez? Igen, és bent a Józsi morog, hogy ne kell visszadni a 20 eurót. Én vagyok, mindjárt végzek. Anya, ki az a gülű szemű? A vadász vagyok, és éppen... Igen. Nagymami, te láttál már medvét, nagymami. Gyerekek. Úgyhogy felhívjuk Zsoltot, a hargitai vadőrt, aki beszámol nekünk arról leginkább, hogy nem az állatkerti elkényeztetett medvék, hanem az igazi hargitai medvék kijöttek-e megnézni, hogy van-e árnyék. Ha van, akkor visszamegy. Na. Hát ugye itt arról szól a dolog, hogy látja a saját árnyékát, vagy nem látja. Igen, a saját mit csinál, árnyékát. Ha látja? Attól függ, hogy megijed-e a saját árnyékától. Egy medve? Hát nála nincs erősebb az erdőben. Nem mindig, Zsolt megmondja. Illetve nem csak Zsolt lesz, hanem Józsi is, aki oda tartja a telefont a füléhez, mert Zsoltnak már nincs mivel tartani. Hát de hogy van ez? Na, hogy van? Ki tudja? Ha meglátja, akkor visszamegy, mert megijed az árnyékától, vagy akkor azt mondja, hogy most már süt a nap. Jó kérdés. Jó idő van, most már kimaradok. Egyikünk mondja ezt, a másikunk meg azt, és akkor... Na, ha én medve lennék, én kimegyek, meglátom az árnyékot. Megijedsz, nem az van? Hogy megijedsz, és visszamész aludni. De nem, hát az van. Fölövöltesz. Ki ez a test? Szerintem az van. De ha én medve lennék, akkor azt mondanám, hogy jó idő van, süt a nap, kimaradok. Te meg azt mondom, meglátod az árnyékodat, vissza, vagy nem látod az árnyékodat. Ha medve meglátja az árnyékát, gyerekek, és visszamegy, vagyis ha meglátja az árnyékát, visszamegy, akkor hosszú lesz a tél. És ha nem látja az árnyékát, akkor marad kint. Ez nem így van, legalábbis nekem a nagymám ezt így mesélte. Na de hát süt a nap, jó idő van. Miért süt a nap, nehogy szomorú légy. Lenne százszor is rosszabb. Szerintem, hogyha a medve kimegy a barlangból és meglátja Orvátékat, biztos, hogy visszamegy. Először is megeszi egy 8 éves nácsosszabáló kisfiú. Tehát azonnal elragadja. Utána rámegy a mamára, és utána végül viszi a papát. Anyika, visszahoz majd a medve! Én ülök ott a gyerekkel, remélem nem hoz vissza. Remélem sokáig nem hoz vissza. És akkor, ha nem látja az árnyékát a medve, akkor marad. Akkor hideg van, aha, és dermedve. De az nem Erdély. Ha nem látja az árnyékát, akkor viszont rövid lesz a tél. De miért? Azért, mert ha Katalin locsog, karácsony kopog. Hát mit tudom én, hogy miért? Hát a népi hagyományok szerint. Ha nem látod az árnyékod, akkor felhő van fölötted. Még hideg van, esik a hó. Így van, persze. Na jó, gyerekek. Ha Julika fecseg, ne ugass kecseg. Ennyi. Hát, gyerekek, azért van itt bölcsesség. Na jó, hívjuk föl Zsoltot, jó? Aki a hargitán vadőr, majd ő rendet tesz itt a fejekbe, a buksitokba, a kis buksitokba, mert nagy a káosz, úgy látom. Itt ezért a buksikban nagy káosz van. Úgyhogy... Az anyikát tudod? Anyika, hogy találkozz jön a hírekkel! Anyika! Mondjuk én itt, ha veletek megyek medvele, sem háromszor megszurkáltalak. Tehát itt már azért háromszor megszurkáltalak. Hagyjál meg! Itt már apáddal nagyon összeverekedtem. 200 euró volt, te kis kacsa! Aztán megyünk, jól elverünk. 7:30 pontosan 3 perccel itt lett Zsolt a hegyről. Nem fejezem be. Aki a hargitán vadőr, nem így szól a mondás, de őt hívjuk majd Ákos írejúdám. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 lesz pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk a Morning Show-t. Ugye a medvéről beszélgettünk, mert hogy ugye meglátta az árnyékát, vagy nem, ez egy érdekes dolog, de hát kit érdekelnek az ellustult, elkényeztetett, agyonzabáltatott, agyonszeretgetett állatkerti medvék? Senkit igazából, sokkal inkább fontos az, hogy mi történik az igazi medveházatáján. Ki jött, nem jött ki, megnézte az árnyékát, látta az árnyékát, visszament, megmozdult, nem mozdult, hosszú vagy rövid tél lesz bennünket, ez érdekel. Bizony, ugye? Ott nincsen hang, aki ott áll a medve mögött, és Zócsa még itt dobál előre, hogy a medve kimenjen végre, a gyerekek örüljenek. Legyen látványosság, igen, és legyen bevétel. Na, itt van Babos Zsolt, aki vadőr, méghozzá a hargitán. Jó reggelt kívánunk, hello Zsolt! Jó reggelt! Szia Zsolt!
Hello. Na, te hallgatsz minket interneten? Azt az információt kaptam. Igen, hallottam, hogy miket konferáltatok előre. Na, akkor hát sokat tanultál. Szakértők vagyunk, igen. Igen, nagyon szakértő, igen, az észrevette. Na, te vadőr vagy. Hát ez egy milyen szép foglalkozás. Ugye, azt olvasom itt. Jól mondom? Vagy vadőr is, igen, és emellett csinálsz vadőr. Mást is? Igen, vadőr vagyok, igen. Főállásban vadőr vagyok. 10 000 hektáron gazdálkodunk, és vannak medvéink, vannak szarvasaink, hiúz, farkas, vadmacska a területen. Na most ez egy mindig érdekes dolog volt, hogy neked van hiúzod, azt mondod, honnan tudod, hogy az még ott van? Az mindig ott marad? Azért már van hó, van nyoma, és ismerem a nyomukot, sokat járom a területet, és látom, hogy ott aha, nem lehet összetéveszteni egy medvenyomot, egy hiúznyomot, vagy farkasnyomot. Hát az csak a laikus keveri össze, mi összekevernénk, de hát bizony. egy vadőr, egy vadőr ezt nem keveri össze. Racionális érveit zavarba hoznak minket. Igen. Na, nálatok lehet ilyen medve lesre menni, ugye? Vagy medvét lesni? Igen. Medvelesre. Ezek hány százalékban sikeresek ezek a lesek? Tehát, hogy valójában, hogy 10-szer oda mennek, 10 család, horváték például, és egyszer se látnak medvét? Nem, tehát az direkt olyan lesek, direkt turizmusra vannak építve, ahol nincsen vadászat abszolút, és megszokták a medvék azt, hogy nem bántsák őket, és azt mondom, hogy 99%-a az esély az, hogy medvét látunk. És mi van akkor, ha egy olyan családdal megyek el, ahol a gyerek kicsit renitens? Anyika, kijött már a medve! Szólsz ilyenkor, vagy elvezetted őket, vagy én, mint túrázó, megnevelhetem azt a családot? Előre ezt megbeszéljük, hogy 4 éves, tehát 5 évesnél kisebb gyereket nem viszünk ki. Ha esetleg, hogyha nagyon ragaszkodik a szülő hozzá, és azt mondja, hogy tényleg csendben lesz a gyerek, akkor visz egy telefont, egy táblagépet, addig játszik a gyerek, már amúgy egy másfél óra az egész medveles hol. Az esti órákban. Tehát az, hogy anyád nézi a medvét, addig Angry Birds-özzél, és akkor a de... Igen. Az milyen modern medveles egyébként, nem? Jó. Pistike meg, hogy nyomja közben az Angry Birds-öt, közben meg a mama medvelesen van. Na, Zsolt, áruld el nekünk, kijött a medve, látta az árnyékát, visszament. Egyáltalán jól mondtuk, hogyha visszamegy és meglátja az árnyékát, azt jelenti, hogy akkor hosszú tél lesz. Legalábbis én így emlékeztem erre, ugye? Nem, hogyha visszamegy, ha ki jön és meglátja az árnyékát, a népi hirdelem szerint, a szent előkő, akkor hosszú tél lesz. Ezt nem tudom megmagyarázni, hogy alakult ki, megfigyelt az emberek, ugyanúgy az előbb, ahogy mondtad ezt, hogy a Katalin locsog, akkor karácsony kopog. De várj, nem is kell visszamenjen? Tehát csak az a lényeg, hogy meglátja az árnyékát, igen, akkor hosszú. Azért mondják, hogy meglátja az árnyékát, végül is süt a nap, csak ez egy kicsit olyan szebben hangzik, hogy meglátja meg az árnyékát. Mm-hmm. Tehát tulajdonképpen fenyőfával is tudsz akkor jósolni, mert annak is van árnyéka. Vagy ha te meglátod a saját árnyékodat aznap. És süssön a nap, igen. És láttatok medvét? Mit csinált? Volt árnyék? Vagy a saját árnyékotokat megnéztétek? Mi lesz? Nem, tehát annyira egy másfél-két hónapja már csak nagyon ritkán jönnek elő a fiatal medvék, tehát most alszanak a medvék. Nem látunk, tegnap is voltunk körbe a területen, nem látunk medvenyomot. Abszolút nem jöttek ki. Lehet, hogy a barlangból kijön, de nem azért, mert most valamit akar egyet a hóba tisztálkodik, és visszamegy. Ilyenkor mennyit alszanak egyébként egy húzamban? Hát olyan december közepén feküdtek le, és február közepéig, február végig. Attól függ, hogy milyen medve, mert a kicsi apró medvék azok nem tudnak annyi zsírt magukra szedni, hogy kihúzzák azt a 2-3 hónapot. Viszont az anyamedvék, akiknek most bocsaik vannak, mert január közepén születnek a bocsok, azok nem jönnek ki egész február végig, akkor is csak nagyon-nagyon ritkán. De várjál, már alszik a medve és közben szül? Igen. Decemberben elalszik, és januárban alvás közben megszüli a bocsokat. Semmi epiduális érzést. Hát, ha úgy, mondjuk átaluszod a saját szülésed. Az igen. És az apa bent van ilyenkor, vagy bent lehet? Nincs. Milyen világ ez? Nem családtartó a medve, nem családtartó. De álmában, ez most komoly, hogy álmában szül a medve? Igen, álmában megszülik, rámászik az emlőre a bocs, és ott... De nagy. De érdekes. Azért ezt magyarázd meg a feleségednek, hogy legközelebb úgy csináljuk, hogy te alszol, Szívi. Azért a medve, gyerekek, a medve jó alva, én egy szülésre felébredek, nem? Hát szóval, igen. Hogy még férfiként is azért, ha rákuporodom reggel, nem eszem elég rostosat, azért felébredek. Elég mélyen horpadt a medve ezek szerint. Azért képzeljük már a szituációt, amikor a nőstény medve így megriad, és akkor nézd már, bocsok, ezek szerint valaki el is kapott. Igen, ezek szerint jó tél volt, igen. És hány bocsnak ad életet a medve? Egytől egész négyig, amit én láttam. Maximum 4 volt, amit láttam, és egy. Főleg a fiatalabb medvék, azok kevesebbet, az idősebb medvék, azok többet. És akkor a kicsik ott jönnek, mennek, felkapaszkodnak, esznek kicsit, táplálkoznak, igen. És tudják a dolgukat, mama pedig vidáman alszik.
Igen, nem. Hát igen, ott benne a barlangban, de amikor kijönnek, akkor nagyon-nagyon vigyáz az anyjukra, és általában balesetek abból vannak, hogy az ember túl közel kerül a bocsokhoz, még rájuk is ordít, vagy kiabál, akkor az anya védi, tehát a saját életét is feláldozza az anya, hogy megvédje a bocsokot, és ebből van inkább a sok baleset. Édesem. Mm. Tehát a bocsos medvéket nem célszerű ingerelni. Igen, uh-huh. Igen. A baleset alatt azt érted, hogy elragadja a horvát család felét. Mondjuk cipeli a barlang. Halva, ha ilyen a gyerek, nem sajnál. Vigye a gyereket jó messzire. Egyszer csak a bocsok lelépnek, tehát úgy döntenek, hogy ők felnőttek, és akkor ott hagyják mamát? Nem, tehát 2-3 évesen, amikor már elég nagyok lettek a bocsok, akkor az anya nem engedi már, hogy kövesse őket. Tehát az mondja, hogy kész, nagyok lettetek, megjön a nagykorúsítás, és nem engedi, hogy vele legyenek. Tehát egészen azt mondja, hogy eddig és nem tovább. Ez zavarja őket. Nem ennyit. Igen, de addig megtanítja, hogy mit kell enni, mit kell csináljanak azok a bocsok, 2-3 évesen már maguk keresnek ételt, úgyhogy akkor az anya újra bepárzik, májusban van a párzás, és akkor már nem engedi decemberbe a barlangba a 2-3 éves bocsot, mert újra kell szüljön. Uh-huh. Találnak elég élelmet az erdőbe, ugye? Vagy beszoktak esetleg menni ott a környező településekre? Hát bejönnek, mert medve arról híres, hogy a könnyű élelmet szereti, a gyümölcsösökbe járnak egész a falu szélébe, kukoricásokba, és persze ebből is vannak. Valaki kopog, biztos a betlehemesen. Meghozták a nyugdíjamat. Kinyitom. Kért cukrot, te medvének öltözött kis. Nem mondjátok azt a verset. Ez már nem vicces. Tavaly is elvitte. Ez igaz állatok? Ez a mondás, hogy a medve nem játék? Tehát ezt valójában használjátok? Ugye, igen, úgy van, hogy a sör nem ital, az asszony nem ember, a medve igen. Nem játék. Igen, van egy székely mondás, ugye? Tulajdonképpen igen, igen, a medve nem játék. De tényleg nem egyébként. Hány kilós egy ilyen jól megtermettebb anyamedve, amikor úgy formában van? Hát egy 300-350 kiló. Atya, a legnagyobb medvéről, amit hallottam, az 500 kilós volt, egy hímmedve, egy öreg hímmedve. Mink a Feri még csak elijesztené, de a Janival vidáman eljátszana. Aha. Tehát így a költéged a hónod alá kapna, és így elvinni. Szaladnék utánad egy darabig, hogy kiszabadítsalak, aztán feladnám. Nem, valószínűleg az lenne, hogy amikor kopasz a fejem, megköpködni, és használnál golyos dezodorn. Nézd már 8-4, hogy bekenne, mert az eldobna. Janinak akkor volna szerencséje, hogyha sütne a nap, már akkor a feje visszaverni a fény, szóval megérne tőle. Azt kéne, mennék Jani. Jani, vakisd el! Próbálnád a fejeddel befogni a napot. Balra! Igen. Milyen állatot lehet még látni egyébként? Hát gondolom tele vagytok, nem? Hát ott a Hargitán nyilván ott nagyon sokféle állat van. Tehát többféle állat, de viszont nincs olyan sűrűség, mint Magyarországon, ugye, mert itt vannak a nagy ragadozók. A lesen, tehát amikor medveles van, akkor oda róka, jöhet ki nagy ritkán, farkas esetleg, de az csak kivétel, és madarak jönnek. Tehát vaddisznó, de szarvas nem jön, a medve jár, de szarvas nem igen jön. Igazam, van, te sem menni. Majd lehet látni, úgyhogy ha kimész a területre, autóval mész, vagy gyalog sétálsz, akkor látsz szarvasokat. De a medvelesen inkább róka és medve. Hát azért ez nagyon klassz lehet, nem? Ezt így látni. És rengeteg duster. Amúgy voltak a kolléganőitek, az RTL Klubtól két bemondónő, voltak nálam. Ők adtak egy medvének nevet, mert amúgy minden medvének neve van. Lóhere, azt adták az egyik medvének. Na, milyen szellemi. Sokáig gondolkoztak. Milyen sokat gondolkozhattak ezzel, nem tudom kik voltak, de Lóhere. Azt a nevet adták egy medvének, hogy Lóhere? Igen, mert azt mondták, hogy a szerencséjük lesz, ők medvét látnak, akkor a négy leveli lóerejhez hasonlítsák, és akkor az lesz a neve, Lóhere. Ők is egy maci, annak még nem volt neve, mondom, akkor adjatok nevet neki, azok ez lesz a Lóhere. Azóta is az a neve a Lóhere. Á, vagy volt a lányokban egyfajta hiányérzet. Igen. De szép emlékekkel hagytak ott benneteket? Igen. Első nap még Zsoltnak hívtak, utolsó nap Zsoltikának. Zsoltikának. További információt nem tudok szolgálni. Te vagy a legjobb, a világ legjobb vadőre vagy, Zsoltika. Maci. Utasd csak a medvét még egyszer. Here, lóhere. Mit forgattak, vagy kik voltak ők? Nem, csak kirándulni voltak ide, és látták, hogy van ez a lehetőség, és kijöttek mind. Aha. Tehát nem hivatalos úton voltak. És oda is tartottak, tehát nem. Irány, szoboszló! Most tudnék-e?
hirtelen ott találták magukat. Két lány és a vadorzó vadőr. Há, igen. Hú, ez már film. Igen. Ez már kicsit rokkos. Ketten a mázásban. Tudod. Igen, igen. Igen. A két... havasi szép fiú. Igen. A hargitai betyár. Igen. Na jó van. Zsolt, igen. Mehetünk hozzád majd valamikor ilyen medvelesre? Persze, hát március közepétől nagy valószínűséggel az október 1-ig van ez a program. De klassz. De jó. És ott lehet, gondolom, egy csomó minden. Elmenni, túrázni, kirándulni, tehát rengeteg mindent. Annyi szép látni valóban. Nagyon szép. Itt főleg Zetalak a községben a turizmus ugye nagyon-nagyon fölkapott. Itt van közel minden. Békási szoros, itt van Szovát, a Barajt, a Sóbánya. A Sóbánya, úgy, a milyen híres, igen. Madarasi Hargita, innen kell fölmenni a Madarasi Hargitára. Na most a kicsit rövid nagyon... ideje van Balázsnak. Olyat tudsz, hogy a Sóbányába Parajdon leviszed a medvét? Hogy kettőt egyszerre. Tehát, hogy a Sóbányát is megnézed, de medve is legyen. És nekem biztos... azért, hogy a gyerek jól érezze magát, ha valaki felkapott egy medvejelmez, fut két kört a Sóbányába, én a gyerekkel meg vagyok, csak ő legyen boldog. Nekem mindegy. És azt, hogy biztosan oda menjen a medve, azt meg tudjuk csinálni, hogy engem kiköttök egy párgával egy karóhoz, és bégetek? Akkor biztos, hogy nem jön be a medve. Nem jön be? Amúgy akartam mondani, hogy a következő ilyen showt, amit csináltatok Dél-Afrikában, itt kellene Erdélybe csinálni, és viszont egy embert nem szabadna hozni ide, mert az van egy olyan mondás, hogy olyan rusnya vagy, az azt jelenti, hogy csúnya, olyan rusnya vagy, hogyha a medve elvíz, másnap visszahoz. Jani, te hozzátok ide, akkor hogy föl van vágva neked a nyelvemet? Nagyon szimpatikus vagy, hogy ezt így bemondtad. Kicsit féltem, hogy az én nevemet mondod. Na jól van. Zsolt, beszélünk akkor még, vigyázzatok magatokra. Jó munkát nektek. Oké, köszönöm szépen. Ciao. Hello. Drága vagy, köszönöm szépen. Babos Zsoltán beszélgettünk, aki a Hargitán vadőr. Gyerekek, hosszú lesz a tél, vagy nem? Ezt mondjátok csak meg nekem. Jó hangulati beszélgetés volt, de hogy mi most márciusban még telelünk, és lesz újra március 15-én üljön át egy másik autóba, vagy már vidám a 20 fok lesz. Most látta az árnyékát, hosszú. Tehát hosszú tél lesz. Igen. Aha. Akkor hosszú tél lesz. Tehát akkor lesz még márciusban hó. Lesz. Kimegyünk Zsolthoz? Menjünk már ki. Te is akarsz ezután. Jó, majd én majd mit tudom én, majd valami nem tudom, hogy kevésbé szép hölgynek öltözök. Vagy gyerekek, ha eldördül a startpisztoly, én megszervezem. Ó, Istenem, de szép ha ígéret. Ha áldásotokat adjátok rá, megszervezem. Hargita, ez jó? Hargita túra. Így van, kitelepülés vonal, a Hargitán. Nyíl Balázs. Igen. Lehajzoltad. Hargita túra, Nyíl Balázs. Jó, így. Írd fel a meg nem valósult projektek, tudod. 600 dolog van már így is a falon. A szép fiú a rengetegben alcímmel megrendezzük első hargitai kitelepülésünket. Én nagyon örülnék neki, nagyon jó lenne. Hát igen. Na jó, de akkor úgy kéne menni, hogy ott is hétvégezünk, hát ott tényleg rengeteg látni valóban. Hát te, hát úgyis mindenképpen úgy lenne, mert kimennénk, és valamelyikünk eltűnne, azt napokig keresnénk valószínűleg ezt. Igen, Jani, ez már nem vicces, gyere elő. Na játszunk, jó, fekete fehér, igen, nemet játszunk. Ja, nem, gyerekek, nem szóltok, hogy nem azt játszunk. Ha minek szóljunk, neked van névnapod, ha te azt akarsz játszani, akkor azt játszani. Hát szóljatok, hát lázadjatok, hát egy órája már játszottunk. Unózhatsz is, ha akarsz. Oven bácsival és Berulinivel játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, Jani vagyok. Jani! Hello, Jani, honnan hívsz minket, Jani? Tamásiból. Tamásiból, mit csinálsz? Hát jelenleg most biztonsági őr vagyok, de most éppen szabadnapos. Szabadnapos vagy éppen? Miket őrzöl, vagy mit őrzöl? Hát egy áruházban vagyok. Áruházban. Uh-huh. Tamásiban van egy nagyon szép kis kastély. Ez tök jó. Na, és... ez nagyon érdekes. Na, és szereted a munkádat? Hát igazából nem sok mindent kell csinálni, úgyhogy tökéletes. Az jó. Mert vannak biztonsági őrök, akik szeretik, mert úgy lehet lustálkodni, és vannak, akiknek csak ez egy átmeneti munka, míg nem találnak valami jobbat. Akkor te ezek szerint szereted ezt? Nem, én igazából szeretem. Uh-huh. Mondjuk attól is függ, hogy milyen helyen van az ember, hogy milyen áruházban dolgozik, de ez azért nem egy olyan nagyon nagy áruházlánc. Szerintem... Tudsz olvasgatni legyen... esténként a műszakban, lehet lábat lógatni, vagy járkálni kell körbe egész éjjel? Nem, ilyen nem kell, csak napközben. Napközben van. Tehát igazából kasszák környékén van a
séta. De nem fegyveres vagy akkor? Nem. Egy rút szalámi mindig nálam van. Riasztás vége. Ilyenkor van valami gáspré, vagy gumibolt, vagy... Zokon venném, ha mondjuk becsipogna valami, és arcon szúrnának egy 5001-essel, azért meglepődnék. Tehát hogy azt mondom, értem, hogy csipog az... Az a csipzis kifizetem! Értem a gáspré, picit zokon venném. Ellopnék egy kinder tojást, és lefújnának 9001 defenollal, tudod? Nincs nálatok semmilyen, nem? Nem, de egyébként nincs, de egyébként előfordul olyan, hogy ahogy a Feri mondta, a rút szalámi egyébként, itt a nadrágszára, ahogy a sírkont. Hát igen, szomorú azért ez. Igen. Igen. Hogy lopniuk kell. Na, játszunk, jó? Mutatjuk, mit csinál Óván bácsi Beru néni. Figyelj, azt fogod hallani először. Traktor lesz az! Ez. Ha, told oda? Neked egy tenger, moraj, traktor, te ősvidéki. Told oda! Ki mos egy traktort, te tenger. Nagyon messziről, a tengerparton. De tényleg, jön az apa és hoz egy traktort, vagy a dagály. Mindjárt meghallja a zsír sercegéket, és ahogy sül benne a hús. Várjál csak. Traktor lesz. Hátulról traktor. Na figyelj, mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Oké. Na. Jön a hullám, vigyázz, Jani. Istenem! No. Neked hullám a Ferinek traktor. Nem kötöttem meg rendesen a fecském. Na, Jani, semmi? De meg lesz az, hogyha még egyszer megmutatjátok, mert nem szeretném. Hogy nem mutatom? Persze, figyelj. Na. Jó, akkor... Kimondom, hogyha... Na, mondd ki. Mondok-e. Fiesta. És a... Fiesta. Bocsánat, nem azon nevetek, hogy Fiesztát mondtam, magán a zenekaron nevettem, hogy Fiesta. Azt hittem, hogy nem jót mondok. Nem, abszolút egyébként nem jót mondasz. Ja? Nem jön a... Jani, a béka talpon! 950 volt a dekatlomba! Mutatunk egy hosszabbat, mit szólsz hozzá? Jó? Annyit segítek, hogy nem magyar, próbálj arra koncentrálni, Jani, jó? Figyelj, nem magyar. Hallgass meg, be fog ugrani, figyelj. Oké. Na. Megmondhatatlan, de tényleg, de ez nem is hasonlít. Ez nem, most már nem. Nem. Nincs tipped, ugye? Hát ez most úgy nézem, hogy kifog rajtam, pedig nem igazán szokott. Még egyszer meghallgathatom utoljára. Mutatjuk. Na. Hát, feladom, nem? Nem. Mutatjuk az eredetit, hallgass meg. Sziasztok. Egyébként ez egy jó Take That dal. Ez egy jó kis Take That dal. Ez egy Take That, igen. Relight My Fire. Jó dal. Soha nem hallgattam végig, hogy mondja a DJ, hogy mi is. Nem vártam meg, amíg lekonferálja. Mondja, Jani. Ismerem, de igazából ez nem jutott volna eszembe, semmiféleképp. Ez... Még az elején, amikor még a rövid részletnél én a Fiesta-ra gondoltam, akkor az ugrott be így hirtelen. De hát messze volt. Jó, hát ez nem sikerült, de vigasztaljon a tudat, hogy nem volt könnyű, Jani. Jó, hát tényleg ez nehezebb volt egy picit. Köszi a játékot! Jó. Köszönöm, sziasztok! Hello! Ciao, hello. Na. Jól van, 8 óra van pontosan. Jönnek a legfrissebb hírek. Ákos elmondja, hogy mi a helyzet a nagyvilágban. Mi az? Hát a nagyvilág, hát az a bolygó, ahol élünk szerintem alapján. A helyzet pedig egy olyan szituáció. Szóval elmondja, hogy mi a helyzet, mi pedig jövünk Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Ugye, hogy jó? Fel a kezeket! Tekem fel a hangeret! Rázad, Jani! Oh, yeah. Ez a Tesszor Feri! Fejem. Húzd le a bugyit! Ja. Adok bugyit ész! Jaj, gyereke, de meghallom ezt a zenét, és egyszerűen jobb kedvem van. Nem csak azért, mert névnapom van, hanem egész egyszerűen... Ma van a névnapon, ugye? A basszus igazad van, nem mondtam. A kutya fáját, hogy milyen napra virrattunk, hogy február 3, hogyan rohant megint egy év, és megint névnapom van. De most, hogy valahogy véletlenül kibukott belőle. Egy közös névnapi tánc! Ez az!
Jöjjenek az ajándékok! Jöjjetek! Rázzátok! Ülői út 102! Várom az ajándékokat! Hey! Fánkot! Sütit! Gyerünk! Sok nagy van! Lángost! Riacabobra! Ha! Lángost! Hurkentet! Kolbász! Igen! Még savanyú is jön oh. hozzá! Mindennek körül van! Hátotús! Bali! Sütodalas! Csörege fák! Minden jöve! Szakuszka! 102! Bali a cím! Lepcsákka! És így tolnánk 9-ig. És mindent hoznál. Igen. Rizsabizsa. Minden jó el. Hát a rizsabizsa azért rövidített, tudod, a rizsabizsa az eredeti. Szemmelgőződésem, ez valamikor rizsabizsa volt, csak az valaki lerövidített. Nyelvújítás, tudod, a rovátkolt barom, és a rizsabizsából lett rizibizi. Higgyétek el, ez rizsabizsa volt, csak mondták, hogy ez nem cseg jó. Ebből meg mit csinálja, gondolta Kazinci. Jöhet még. Tölt a fejét rettenetesen. Csörögefánk. Ez az. Szalagos fánk! Minden fánk! Na, már 4:9 van, sehol az ajándék? És még semmi. És még semmi? Én így mi álltam van? A portán az előbb. Nem jött erre senki a ival. Ja, nem arra gondolok, hát a hallgatók küldenek. Ti, nem? Mikor hajol le valaki a pult alá, hogy elővegyem? Már nem úgy. Mária, mutatom. Mikor tesz valaki boldoggá úgy, hogy lehajol a pult alá, és... Hogy a dzsenket. És elővesz egy ajándékot. Semmi? Én hoztam szendvicset. Tényleg, ő hozott szendvicset. Egyébként tőle kaptam egy évnapi szendvicset, így van. A nevemben. Igen. Gyerekek, nem leszünk így jóban. Budapesten a keletinél erős a forgalom, -3 van, felhőmentes napos, derült az idő. Anyám szerint onnan tudjuk megállapítani, hogy náthás a medve, ha taknyos a málnabokor. Köszönjük szépen. Erik küldte nekünk. M3-as Budapest felé a 60-i lehajtó után van egy kis torlódás, üzeni Leóna, valamint a kerekaraszti pihenőnél, szintén az M3-as érinti a dolog, a benzinút előtt Budapest felé baleset van, vigyázzon mindenki, mert a belső sáv jeges. Aztán az 57-es út Csótra, a Fagyra, 4 autó az árokban, mentők, rendőrök. Csótra, Fagyra, ékezet nélkül nem tudom, hogy olvasom-e. 56-os kilométernél baleset, így van, köszönjük szépen. M7-es, 42-es kilométerénél mérnek, valamint a 6-os úton Pécs felé 2 autó az árokban. Műzlis küldte nekünk, köszönjük szépen. Finom főzelék! Jöhet! Túros kerék! Minden jöhet! Marlénapok! Resztelt máj! Azt mondjuk kemény lenne, egy 100 gyöngyborsó főzelék resztelt mája. Nem egy marék resztelt máj. A gyerekek, egyébként nem ünneplem ezt a fránya névnapot. Ahhoz képest mondjuk, ahhoz képest visszafogott vagy. Gyerünk, lassulj a pecsége! Mi lenne, ünnepelném, nem? A gyerekek, hát ez van, ha valaki ilyen 3 órától fenn van. Noel névnapi ajándéka az volt, hogy 3 órakor megtisztel. Történt már veletek olyan, amikor tisztába tettétek a gyereket, és kicsit görcsölt a hasa, tegnap megtörtént, és nagyon örültem neki, hogy ilyen személyes kapcsolatba kerültem. Igen. A saját gyermekemmel. Hogy teszek alá mindig egy rongypelenkát, tudod, hogyha valami kijön, akkor azért mégse az ülőgarnitúrára jöjjön. Egy kicsit görcsölt, és felhajtottam a hasát, ugye mesztelenül volt, és jött egy ilyen kis, megörültem neki, hogy jött egy kis végtermék. És azt hittem, már nem jön több. Felhajtottam a lábát a gyereknek, ugye rányomtam kicsit a hasára, hogy ott közben ügykezeljem, és abban a pillanatban, mint amikor a pezsgőből így durran a dugó, a gyerekből így megindult minden. Mit és nyomogatod a hasát szegénynek? Az arcomba. Az igen. És azt mondtam, Noel, új szintre lépett a kapcsolatunk. Apádat arcon fostad. Konkrétan. És így törölgettem magam, és azt mondtam, hát ez az igazi apaság. De büszke vagy, ugye? Nem élt igazán, akivel ezt nem tette meg a saját gyereke. A kicsit lemegy az ülőgarnitúrára, közben kicsit törlött, közben bukott a gyerek, jött a szája, mind a két végén, tudod, Viki éppen csinált valamit, old meg, tudod, azonnal minden nyílásában jött minden a gyereknek. Még a szökőkút felállt. Kis szökőkút alul, és konkrétan az arcomat kellett törölgetni, gyerekek, és örültem neki. És azt büszke mondtam, vagy büszke voltam, ugye? Hogy Ezt is megéltük. Egy jó pillanat volt. De hát az még gyerek nélkül fordul elő az életedben, hogy egyszer csak az arcodon az anyag, más az érzés, ugye? Igen. Mint a sajátod.
Hát még ebben a korban. De most hát, már én azért a sajátom még sose került az arcomra. Már a saját gyereked. Ja, hogy a saját gyereked, azt hittem. Nem, már. Egy jó kézenállás után. Érdekes, én mindig két lábon megyek a budira, sose állok kézen. Tehát, hogy ez így nem történt meg. Tartja Sebestyén, tartja azt a kézenállást! Nem mozog! Tudod, megvan az a pillanat, amikor egyszer nem tudod, hogy mit úgy kezelje. Tehát fölül bukik, folyik, alul jön ki belőle, már látod, hogy folyik az ülőgarnitúra, kicsit pisil, fogod a pelenkát, új pelenka, nem jó, alul próbálod tisztítani, fölül már vizes a cucca, tudod, a body cserél, minden cserél, és mindenhol jött a gyerekből. De röpke 10 perc után egyébként hősies ügykezelés volt, úgyhogy megoldottuk a dolgot. Ez egy új szint. A kanapé is megmaradt. Hát volt egy kis... Mindenki boldog. Volt egy kis tisztogatás, igen. De ez veled nem volt ilyen? Ez egy új szint, nem a gyermeknevelés? Nem, náluk barna a kanapé. Ezért át kell esni, nem? Hát persze, már az elsőnél is, ugye én lánygyerekkel kezdtem, Pannával, ő ugyanolyan szépen tud pisilni, csak a fiúknál látványosabb, hogy elindul a kukesz, és akkor már tudod, hogy ebből itt mindjárt lesz valami. De hogy van az, mondd meg nekem, hogy lekerül a pelenka, és azonnal pisil? Tehát rajta van 3 órát a pelenka, és azt mondja, hogy ezt nektek nem. És abban a pillanatban, ahogy lekerül a fiú gyerekről a pelenke, abban a pillanatban kuksi fel, már érzed, hogy baj van. Félkézzel nyomod lefelé, tudod, hogy legalább lefelé menj, a másik kézzel keresed a pelenkát, ugye teljesen nyomorultul próbálod, ugye közben kézkrém, kenős, kopsi kenő. Igen, pisír magad szembe, nyomod rá a hasára, hogy legalább ott ne felfele menjen, mint egy szökőkút, és ahogy lekerül azonnal. És amikor ezt a kuki lenyomást próbálod megcsinálni, akkor pont azt érted, hogy a hasát nyomod szegény gyereknek, igen. Tehát hogyha van egy másik kijárati nyílás, azt fogja használni. Tényleg. De nem tud megúszni. Ez megmondhatatlan. Csoki szökőkút, ide valaki egyébként, igen, ez a csoki szökőkút volt, ja, igen. Igen, jó kis csoki fondú. Igen. A pelenka gyártók intézik? Biztos, ez olyan, mint amikor annak idején a cigarettákba kevertek bele valamit, hogy függőséget okozzanak. A pelenkában van valamilyen olyan anyag, ami ahogy hozzáér a gyereknek a bőréhez, kiváltja belőle a székelés ingert. A tiszta pelenkába. Rárakják a tiszta pelenkát, és abban a pillanatban bőrön át felszívódik. Na jó, de pisilni miért akkor pisil, amikor leveszed róla a pelenkát? Te 10-ből 8-szor mindig akkor pisilbe, amikor tisztába teszed. Mert akkor nem tudnád elmondani pelenka gyártóként, hogy a tied mindennél jobban szív, hiszen nincs benne ugye pisil. Meg addig a pelenka visszatartotta. Annyira, oda nyomódott. És úgysem, hogy lekapom róla egy pillanatra a pelust, megnézem a kukit és visszarakom. Megpróbáltam megijeszteni, hogy leveszem róla, de és nem veszem le. Indul a pisi, hopp, visszarakom. Ravasz vagy, de azért apád csak 40 éves, azért nem szúrsz ki velem. Úgy sem, mintha levenném a pelust, indul a pisi, visszahajtom, pelusba be és utána. Hát nem szúr ki a gyerek. Na, egy érdekes dolgot láttam, gyerekek, a napi sajtóban, és kíváncsi vagyok a véleményetekre. Lehet, hogy ez egy régi dolog, én nem tudom, de a mai sajtó megírta, hogy vannak nők, akik interneten egy bizonyos portál segítségével gyűjtenek a saját melműtétjükre. Ezt elolvastam, és nem akartam elhinni. Hát milyen világ ez? Nem biztos, hogy akarok egy ilyen világban élni. De hová tart ez a világ? Csináltas nekem szilikon mellett felkiáltással, ismeretlen férfiak dobják össze a melműtét árát nőknek. Állítólag, hát bulvárlap írta nyilván, de hát talán van valami valóság alapja, hogy van egy olyan weboldal, ami egyébként már Amerikában is nagyon megy, ott állítólagosan 12 ezer lány kapott már új szilikon cicit. Gyűjthetsz te, vagy adagozhatsz férfiként, vagy akár módosabb nőként is, nem tudom, tehát nyilván nincs meghatározó, hogy kiadhat, de férfiak is regisztrálhatnak, és önként adományozhatnak pénzt a beavatkozásra. Hogy van ezt, hogy te fölmész, mert te nem vagy elégedett a saját melleddel? Ez rendben van, nyilván sok nő nem elégedett, az nem egy könnyű élethelyzet persze, és vadidegen férfiak csekkolják ezeket az oldalakat, és átutalnak neked 30 ezer, 100 ezer forintot a te szilikon melledre, vagy a jövőbeli szilikon melledre. Csak így önzetlen férfiként? Na, hát hogy van ez? Vagy ez jó, vagy nem jó? Szerintem marha nagy dolog. Szerintem több micsoda? Jó. Hát micsoda, hogy megcsináltathatják azok a lányok a mellüket, akik elégedetlennek velük, de nincs, nem tudom, 600 ezer forintjuk arra, hogy legyen új ciciük. Hát figyelj, szerintem ez zseniális dolog. Mondjuk nem tudom, hogy ez egy kukkolós oldal-e, vagy hogy mit kapsz érte cserébe, ha te adod a krediteket, ami biztos befizetéssel jár, de szerintem az, hogy egy csomó nő elégedetlen a mellével, nincs melle lapos,
És azt mondja, hogy már pedig most akkor csináltatni akarok magamnak egy jó cicit. És erre kettő. Én adjak neked pénzt. Na, az enyémre nem, de nekem van elég szép mellem. Igen, egyébként egész formás mellem. Egyébként komolyan mondom, egész formás mellem. Nekem egész jó. De most képzel, de most... Nem is az a lényeg, hogy jó mellei legyenek a felél, hiszen ügyesek a kezei, gitáros. Hát nekem elég, de ha mind a kettő van, az is jó. De most gondolj már bele tényleg, hogy ott áll egy lány, aki világéletében nagy pulóverbe járt, hogy ne lássák, hogy nincs cicije. Világéletében próbált úgy öltözni, az önérzete romokban van, nem mert... Na de várj, azt én aláírom, hogy az rossz, hogyha egy nő nem elégedett a mellével. Igen. Tehát ez bennünket férfiakat is sújthat ez az átok, csak ez ugye igaz. Mi mondjuk nem tesszük ezt úgy közkincsé egy nő nyilván, azért elégedetlenem, mert neki az egy visszajelzési faktor is, ad egy bizonyos önérzetet. Na de miért adna bárki egy vadidegen nőnek, hogy megcsináltassa a mellé? Nagyon nehézzel hülyeség önzetlenül adják. Szerinte azért itt benne van a reménykedés abban, hogy... De miben? Hát, hogy ővéké lehet az érzékszervi próba. Majd valamikor. Hogyha kész a cici, akkor te tudod megnézni? Ebbe biztos, hogy benne van. Tehát, hogy ez a csajozásnak egy ilyen fura formája. Szerintem ez tök önzetlen, gyerekek. Hát most miért ne? Most valaki jól keres, van mit én 10 000 forintja, és odaadja egy lánynak. És akkor mit én a 600 000-es ciciből 10 000-nyi terület a tiéd egy kicsit. És boldogát tettél vele egy nőt. Igen. Igen, krediteket lehet egyébként gyűjteni, de gyakorlatilag ez pénzügyi kredit, és akkor nem tudom mennyi kreditnél mehetsz cicit csináltatni. De akkor én egy szemét önző állat vagyok, hogy én inkább mondjuk a Wikipédiát támogatom. Szerintem hát, igen. Kicsit tényleg kezdesz öregedni, hogy ahelyett, hogy ismeretlen nőknek adnál szilikon, merre a Wikipédiát támogatod, ez már tényleg maga az elmúlás. Ki az az Egri János? De tényleg a Wikipédiát támogatod. Szóval én nem vagyok mellirigy, csak egyszerűen nem értem az élethelyzetet, hogy te elmész, és ott van Aranka 22, belinkel így valaki. És azt mondja, hogy van már 30 000 forintom a 1,5 millió szilikon műtétemre, adjatok már még nekem egy kicsit, és akkor te fogod, és a fizetésedből átutasz 50 000 forintot egy vadidegen nőnek, hogy ő legyen szép. És ezt hogy magyarázod meg otthon, amikor majd megjön a bankszámla kivonat, és a feleséged bontja ki? Szép mellek pont forra, nem tudom, mi az e-mail. 150 000 forint, tudod. De most komolyan, van valós férfi, aki erre ad? Szerintem van, igen. És őket mi cél vezérli? Tehát nem a érsz oda. Jóság maga. De akkor miért nem utalod át egy alapítványnak? Miért nem adod, mert az nem ad úgy cicit a lányoknak. De nekem, de kit érdekel az, hogy valaki nem elégedett a mellével? Nem? Vagy van férfi, akit ez, akkor nagyon-nagyon érdekes a férfiak, csak nem tudom, hogy... Szóval én föltennék... Mi az, hogy kit érdekel? Az emberiség iránt... Ja, hogy te szolidáris hát vagy, és azt mondod neki, hogy segítesz. Igen. Aha. Igen, hogy szegény. Hát most szegény lánynak nincs annyi pénze, hogy legyen. Most miért ne tudnál segíteni? Jobb ember leszel a világban ezáltal. Mondjuk közszereplőnek én gyűjtenék. Tehát, hogy akit rendszeresen látok a televízióban, aki képviseli az országunkat valahol. De azt csináltassa meg a tévétársaság, nem? Aki szerepelteti a képet. Közszereplőnek akkor már pont nem adnék, hát arra gondolok, hogy neki pont van, vagy akkor szedje össze magának. Tehát ha már adnék, akkor inkább olyannak adnék, akinek mondjuk tényleg soha nincs esélye arra, hogy megcsináltassa a mellét. Egy életet teszel jobbá azzal, ha beszállsz valakinek a cicijébe. Nem? Hát, nagyon fura. Hát akkor Amerikában ez megy. Tehát ismeretlen férfiak vagy nők azt mondják, hogy itt van 500 dollár, legyen szép nagy mellett. Csak kell még, mondtam én, mondjuk 50 000. Biztos föl kell tenni magadról egy fényképet, szerintem igen. Ez lehet ruhában is, plusz leírni, hogy neked mi a bajod a melleddel, és mi fog megváltozni, ha normális melled lesz, vagy jó mellett, amilyen mellett szeretnél magadra. És akkor te megnézed a lányokat, azt mondod, és nem szexfotókat nézed. Ez egy karitatív dolog, te segítesz önzetlenül. Igen. Aha. Önzetlenül segítesz, és az a lány majd, akit te támogatsz, az remélhetőleg egy idő után meg tudja csináltatni a melleit. És akkor az ő élete megváltozik. Te meg hátra lősz, hogy gyerekek, ebben a buliban én is benne voltam. Hozzunk létre mi is egy alapot itt, bent. Mit növelnél? Melleket. Fia, Ferinek egész jó mellei vannak, én se panaszkodom, akkor csak te maradsz. Egyébként. Neked kell valami? Hát nem kell. Hát úgy, ne, legyen a Klassz FM-nek egy ilyen alapja. Egy mell alap? Ne csak mell, hanem gyakorlatilag bárki bármit megcsináltathasson belőle, ami belegedett. De csak mi, vagy a hallgató? Csak mi itt a Klassz FM-en belül. Érted?
valaki a melleit akarja megcsináltatni, valaki egy kis zsírt akar eltávolítani magáról, valaki egyéb testrészein akar teljesen, szerintem vagy növelni. Teljesen. Én szeretek jótékonykodni, még az ember ad, de hogy engem az abszolút hidegen hagy, hogy egy másik nő elégedetlen a mellével. Kivéve, ha mondjuk az embernek a párjáról vagy a feleségéről van szó, nem? Tehát, hogy mi közöm van nekem ahhoz, hogy te elégedetlen vagy a te melled. De miért adnék én ezt? Nem is értem magát az elgondolás sem. De most egyébként akkor egy csomó mindenre egyébként se adnál. Ami mellett elmész az életben. Hogy ezt most ne, az a baj, hogy rosszul látod. Tehát te ciciket látsz magad előtt. Két aha, gyönyörű, alma alakú cicit. Nem. A problémát nem látod, hogy azok a nők, akiknek nincs meg a vágyott cici, azoknak rossz az élete. Nem mer munkát váltani, nem mer kapcsolatot kezdeményezni. Érted? Ez úgy, most ez így hülyén hangzik, de hogy majdnem ugyanaz, mintha befizeted valaki helyett a gázszámláját, mikor már nincs pénze arra. Nyilván nem ugyanaz a kettő, de hogy itt nem a mellek, az a baj, hogy leragadtok. Igazi férfiak vagytok. Cici, igen. Cici. Nem. Érted? Ez leköveti valaki? Tehát ezt nézik, hogy hova megy? Vagy hogy ő tényleg aranykasztálom a szesrőlön szelfizik? Köldök fölé áll alá. Már nem, hogy hova megy, érted? Vádlira, tudod? Nem csak arra gondolok, hogy mit tudom én, tehát hogy megnézi ezt valaki, hogy aztán ezeket hova, mire költik? Vagy ott van Aranka 22, aki gyűjt magának, hát és aztán összejön másfél millió forint, és vesz belőle egy Fiat Multiplát. Nagyon rajta vagy ezen a Most mit tudom én, érted? Tehát én meg beleszálltam, hogy jaj, szegény Aranka, aztán nem tud majd, nem tudom párkapcsolatot létesíteni, mert nem elégedett vele. Hát miért van ilyen lekövetés utána? Hát csak felrak magáról egy fotót, vagy nem tudom, vagy hozzáférhető az adományoknak az összege, ahogy gyűlik, vagy ilyesmi. Azt látod a krediteket, mert ugye nem pénz számol, illetve oda van írva a pénz is, de a krediteket látod, hogy mennyi van már neki. Tehát te tudod követni az által támogatott lányt, hogy megvan-e a kredit, és ha megvan, megcsetett a mellét, akkor biztos felrak egy olyan képet. Mert ha lenne ennek az ellenkezője, hogy férfiak is csináltathatnak melleket? Olyan férfiak, akikkel nem bánt kegyesen a természet. Uh-huh. Aha. Sokkal szolidárisabb lennék. Tehát, hogy azt jobban átérzed? Te mondtad? Na. De nem erre gondolok, hanem hogy akkor gyűjtsenek nők a nőknek, mert ezt átérzik. Férfiak a férfiaknak, nem így igazságos? A világ egyébként. Tehát jó mellel, szép mellel megáldott nők gyűjtsenek azon sorstársaiknak, akik egyébként hát nem lettek megáldva, vagy elégedetlenek. Hmm. És férfiak, akik egyébként szintén nem elégedettek, gyűjtsenek azon férfi társaiknak, akik... Már ezzel mondtam neked, hogy a tied nem kicsi, csak hosszú bőrbe húzták. És mi baj? Zoknimba dobott vasgolyó. De most nem arra gondolok, hogy magamnak gyűjtenék, hanem ez így lenne akkor igazságos, hogy csinálhassanak a férfiak is egy ilyen oldalt. Na, nem? De. Erős utolóktatok az Ákossal itt a törőző megszólalásra. Szegény, ne rájtsd már bele. Nem. Van elég baja. Na tessék. Na te nem személy. Úgy. Dobd ide. A közlekedési hírekre gondoltam. Hogy miért nincs ebbe több, csak önző, hogy meglepődtem. Azt hittem, hogy ez csak nekem fura, de hát nem. Nem, szerintem teljesen korrekt a dolog. Ugye a támogatás, az a nagyobb kérdés, amit te mondasz, ami igazad van, hogy mitől fizetnek a férfiak. Inkább adnám egy kutyának, egy gyereknek, bárkinek. Jobb helyre menne. Bárkinek gyerekek. Jó, ez csak Aranka 22 nagyobb melleire. Hát kit érdekel? Mondjad, hogy? Hát az benne a nem trükk, de idézőjesen mondom, hogy ugye arra biztatják a lányokat, hogy olyan fotókat tegyenek föl, amiért érdemes férfiaknak erre az oldalra regisztrálni és befizetni a pénzt. De azért olyan fotók vannak, amíg mindenki melltartóban van. Tehát nem látsz ciciket. Na jó, oké, mindegy. 8:30 múlt pontosan 3 perccel. Ákos elmondja a legfrissebb híreket. Közben lehet 3-as ugrásra jelentkezni. Ha szeretne velünk valaki játszani, akkor nyugodtan írjon SMS-t. Várunk friss közlekedési híreket is, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:49 lesz, pontosan 1 perc múlva. Gyerekek, dráma van. Dráma van. Dráma van. Dráma van a kezemben, meg két bubi. Óvatos a szédáltal és a búgonyával. Eplényi Zirc környékén havazik kereszt küldte nekünk. Én erre mondtam, hogy dráma van, nem arra, amit a Jani mondott, és el is határolodom. Az M7-es autópályán mérik a Nagykanizsa felé haladókat a 129-es kilométernél. Ez buszos Jani küldte nekünk. És igen, nézem, most már hosszú ideje tanulmányozom a saját nevem jelentését, és azt látom, hogy Blázió eredete jelentése máig megfejtetlen. Blázió. Lassan 10 percet töltöttem el a saját nevem tanulmányozásával, hiszen névnapom van, és hát gyerekek, ez a Blázió név megfejtetlen eredetű. Nem tudják. Én nagyon sokat használtam ezt annak idén, tínédzser koromban ezt a kifejezést. Igen. Ha ez elég nagy bláz, vagy ilyen összefüggés. Mondtad, nagy... hogy gyere Aranka egy Blázióra. És az összes Balázs felkapta a fejét. Na,
Na. Viszont tényleg bizony. Dráma van. Dráma van, dráma van. Iko, Iko, ez szokott expondem. Nem erre gondoltam. Arra gondoltam, hogy Jani behozta reggel, hogy hamisítják a termékeinket. Hamisítják, illetve pontosabban működik egy webshop, és ott morningshow-s bögréket, morningshow-s pólókat, morningshow-s sapkákat, morningshow-s kitűzőket árulnak. Mindez egyébként eléggé borsos áron. Mennyi egy póló? A legjobban az bánt, hogy nem hozzám folyik be a pénz. Ugye, hogy ugye? Mennyi a póló? 4300 forint egy jó póló. Jó minőségű? Vajon? Hát ránézésre? Hát ránézésre. Hát figyelj, a fotó, régi fotók vannak még, aha. És... hát gyerekek, ezek jogvédett dolgok, ez nem úgy van, hogy te ezt fölrakod, rányomod, hogy morning show, és nincs ezt árulod. Nincs morning show-s pólunk, csak mondom. Érted? Tehát nem hamisít az ember. De a logó, a név, a morning show, a brand, hát azért az minden jogvédett, tehát ez ezeket nem lehet csak úgy feltenni egy pólóra. Hol vagyunk? Kínában? A póló, az elhiszed, hogy kínai a póló? Hát és lehet, hogy ott lehet is csinálják benne. Egyébként. 5 forintért csináltatja az arc. Személyesen az ország 5 pontján szállítás, fizetés, e-mail, gyerekek. Személyesen 5 ponton akkor tudod átvenni? Igen. És leosztották különböző, te Alföld, Kisalföld, Dunántúl. Hát de most csak engem bánt? Most titeket, hát a te pénzed. De most ez titeket nem bánt, hogy most árulják tényleg a bögrét, a sapkát és a pólót? Jogvédett termékeket rajta árulnak? Rajta vagyunk, hát mi? Rajta vagy rajta, arccal. Rajta vagy te is. Na így most van. Már aha. Érdekel. Rajta vagy na te most is. Már büszke az vagyunk. Neked is pénz, Jani, csak mondom. Igen? Hát persze, az arcod van ott. Jó, de mit tudsz csinálni? Most hát írunk, sok minden. De most írunk neki egy e-mailt, hogy kedves X, ha nem szünteted meg azonnal a logunk használatát, lesz, akkor kapsz. Meg leszel büntetve. Lecsap rád, Blázió. Mintha egy jogász fogalmazta volna ezt a levelet. Mintha ezt egy jogász írta. Hát hogy mit? Felhívod és elmondod, hogy jogsértés követ el. Látsz céget? Látsz embert? Hova mész? Hova mész? Hello. Van telefonszám? Hívjuk föl. Hogyne volna. Na. Nézd, kapcsolat. Kapcsolat, tessék, ki telefonál? Már hogy én fogom hívni, ki beszél? Beszéljek én? Persze. Ki legyek? Változtass ki vagyok? Be. Legyél, mit tudom én, mondd azt, hogy Berecki Zoltán. De megismeri a hangodat. Nem kell bemutatni, hát mondjál jó. Mit? De el tudom úgy változtatni, tessék, jó. Figyelj. Kovács Péter. Ez most így én vagyok? Ja, persze, hogy én vagyok. Legyél. Mutat. De most még egyszer, mert most zavarba jöttem. Jó napot kívánok, bögrécer. Várj, ez nem jó így. Ez te vagy. De mi legyen a név? Jó napot kívánok, morning show-s bögrét szeretnék venni. Na mondjál nevet, az, mert azt, hogy hitelesít a saját mondja magad. Idegen nevet, mondd azt, hogy Blázió Magnifico. Jó napot kívánok, risotto vagyok. Risotto? Nem, de az ottó nem jó. Az ottó nem jó. Hát azt te vagy. Jó napot kívánok, Nagy Árpi vagyok. Aha. Ez jó? Mondja sokszor, Kis Pista. Nagy Árpád. Nem pistázod le, Kis István vagyok. Kis István. Kis István. Jó. Jó napot kívánok, Kis István vagyok. Szeretnék venni morning show sapkát. Sapka? Sapka. Igen. Hát az. Jó, szerintem meg vagyunk, hívjuk. Jó, megvan. Ne gyerekek, nem úgy van, hogy csak így áruljuk ezeket. Hát hívjuk föl és buktassuk le, vagy beszéljünk vele. Na. Hogy kell kezelni ezt a telefont? Kicsit lézi, simléderes sapkát, így mik ezek a gombok? Annyira le fog bukni az első pillanatban. Jó napot kívánok. Az el fog röhögni. Vedd ki a zenét. Mondd azt, hogy Makóról telefonálsz. Tényleg jó a Makó. Halló, hol lehet átulatni? Halló. Horváth László, lehet mikro. Jó napot kívánok. Kis Pista vagyok. Na, hallgatom. Mi ugattam? Visszakérdezik. Nem bírom, ne. Annyira béna! Makó. Mondd a Makót, basszus! Már mondtuk a vonalat! Basszus! Várjál, fölvette! Újra! Kis István vagyok Makóról. Jó, most már nem fogom elnevetni. Nagy a tét. Aha. A kicsi a tét, a kedvem sötét. Hívom újra. Na. Jó. Ki az, aki nem röhög ne el? Ne pistázz. Az én városom. Laci. Laci? Laci. Laci, gyere. Laci, te nem mered. De már! Kis István vagy.
Lehet kis Laci. Gyerekek, ez nem játék. Valakinek fel kell, én elröhögöm. Nem bírom meg se. Képtelen, folyik a könnyen. Megpróbál még egyszer? Jó, még egyszer. Még egyszer. Jó. Mondd azt, hogy csak, bocsánat, az előbb eszembe jutott egy jó víz. Eszembe jutott egy jó kis víz. Majdnem esütöttem, igen, de rájöttem, hogy ismerem. Na. Jaj, gyerekek. De ne kis Pistáz, a Pista nem jó. Menjünk ki mindannyian, maradjon Matt egyedül. Azért, azt mondom. Az a baj, hogy el fogja röhögni, hogyha itt vagyunk. Jó, menjetek menjünk ki. Na, ki. De menjetek jó. Ki. Jó, akkor hallgassátok a kinti rádiót, menjetek kis ki. István Makóról. Ki? Na, hívjuk újra Zsül. Becsukták az ajtót. Ne álljatok ide szembe, hát így nem. Ne várj. Az 0, 6, 30. Ja, nem mondom be. Na, megnéztük. Halló, jó napot kívánok, Kis István vagyok. Jó helyen járok? Bögrét szeretnék rendelni. Hallgatom, mit szeretne? Láttam itt a honlapon ilyen bögréket. Morning show-s bögre, meg póló, sapka, ezekből szeretnék vásárolni többet. Lehet? Hát voltam, interneten keresztül kell megrendelni. Interneten keresztül? De ez az ön oldala? Hogy kérdezem meg. Hát nem, én is a cégnél dolgozom. Többet dolgozunk a cégnél, hát mikorról van szó. Aha, és ezeket meg lehet rendelni, és akkor házhoz hozzák? Hát egyedibe gyártjuk rendelésre, egy nap alatt legyártjuk, és akár házhoz szállítjuk, ajánlom ott a kapcsolatnál a szállítás és fizetés. Értem. Uh-huh. És milyen fotó van a srácokról? Olyan kicsibe látom, hogy ez melyik kép róluk, vagy milyen kép? Nem tudom, hogy milyen termék, nagyon sok termék van fönt, hát nem ismerem őket. És ezeket dedikáltak a srácok által? Aláírtak? Már milyen, nem tudom, milyen képek ezek. A morning show-s bögre, hogy ezek aláírt póló-e, aláírt a sapka-e? Nem, egyik sem. Uh-huh. És rajta van a logó is, a rendes morning show-s logó, mert én olyat szeretnék a gyereknek. Hát ha van ott fönn a honlapon ilyen, itt akkor... Itt látok ilyet, igen. Itt van ilyen... Akkor be kell tenni kosárba. Berakom a kosárba. Uh-huh. És meg kell adni, hogy hány darab utána, a kosárba meg kell adni, hogy szállítás hogy történjen. Megfizetés, hogy történjen. Azt hadd kérdezem meg, hogy makóra szállítanak? Persze, minden. Makóra szállítanak, jó, mindenféleképpen. És ő mit csinál a cégnél, azt hadd kérdezem meg? Én a cég tulajdonosa vagyok, most én vagyok az ügyeletes vevőszolgálat, a vevőszolgálatos földszabadságban. Uh-huh. És mióta árulják ezeket a sapkákat, pólókat, bögréket? Régóta? Hát mi ezzel a tevékenységgel foglalkozunk, hogy most ez a morning show ezt kitette föl, és hogy tette föl, ezt nem tudom. Lehet, hogy jogvédett, és ha bejön rendelés, akkor le kell vennünk, mert aha. Időnként ellenőrizzük az, hogy mik kerülnek. Aha. Tudom, na, akkor elmondom, Sebestyé Balázs, hello, morning show, hello, itt a Jani meg a Feri is, ciao, hello. Szóval igen, de örülök, hogy te vagy a cég tulajdonos. Figyelj, te tudod, hogy ezzel jogsértést követtek el? Hát jelezzétek, és levesszük. Jelezzük, és leveszitek? Persze. Ja, hogy csak akkor van jogsértés, ami ezt jelezzük? De hát te is tudtad eddig, hogy ez jogsértés. Hát az, aki föld, én nem tudom, mert én ezeket... Hát ezek jogvédett fotók, jogvédett logó, hát visszaéltek egy brenddel, amivel egyébként semmi közöttök. Hát nem én élek vissza, hanem az, aki azt mondja, hogy az elő rendelkezik. Valaki miért? Azt állít... De cégtulajdonosként a te weboldaladra simán rá lehet tenni egy bármilyen logozott terméket? Hát a legegyértelműbbeket azokat mi levesszük, uh-huh. Föl lehet tenni egy terméket, aláírja... Aha, tehát te az oldal tulajdonosa vagy. Én az oldal tulajdonosa, aláírja az, aki a galéria, ott uh-huh. Van, hogy ki a galéria, hogy ezzel ő rendelkezik, ha ebben ő hazudik, és te ezt megkifogásolod, uh-huh. Akkor azonnal... Jó, élőadásban vagy, csak mondom, mert ez egy teszt volt egyébként, mert kíváncsiak voltunk rá, itt Jani kiszúrta korra reggel, hogy ki az, aki a mi logónkat, pólónkat, fotónkat egyébként meglehetősen szemtelenül, úgy is mondhatnám, hogy pofátlan módon, egyébként nyilván egyértelmű üzleti szándékkal értékesíti úgy, hogy ő ezt rányomja, hát. És aztán eladja, ehhez se a birtokában nincsenek ezek a termékek, a jogok, semmi tulajdonképpen. Uh-huh. Tehát, hogy én értem, hogy ti akkor az oldal vagytok, igen, és itt ezen az oldalon keresztül bármit lehet értékesíteni. Ti a felületet biztosítjátok? Mi a felületet biztosítjuk, és az, aki föltölti, az vállalja jogilag, hogy ezzel ő rendelkezik. De ebből nektek bevételek származik, nem? Hát származhat bevételünk nekünk. Hát származik bevételetek, ha igen, az értékesítés után gondolom, nem?
Hát ha volt belőle értékesítés, akkor származhat belőle természetesen. És egyébként ez az oldalt, vagy ilyenkor nem kértek be nyilatkozatot, hogy ő valóban a tulajdonában van annak, amit ő egyébként, tehát bárki feltehet bármit és árul, nem. A lényeg, hogy nektek ebből bevétel legyen? Nem. Hát ő nyilatkozik arról, hogy ez az ő tulajdonában van. És ti kaptatok egy nyilatkozatot, hogy ez az ember, aki ezt feltette, hát, egyébként igen. Nyilatkozott arról, hogy ez az ő tulajdonában van, mint a Morning Show logó, a védjegy. Hát az általános szállítási szerződési feltétel legben benne van, hogy mindenki csak olyat tölthet föl, amivel ő rendelkezik. Aha. Mert hát elvileg csak a felületet adod ennek a dolognak, nem a tiéd az üzlet. Nyilván nem, hát vannak itt póló, bögrék, telefon, elektronikai kiegészítők, igen. Ez arcpirító egyébként, szóval, hogy azért ez azt gondolom, hogy ez a ti felelősségetek is lenne, tehát, hogy ennek utána nézzétek, bekérjétek, vagy ha ő bekértétek, és ő ezt odaadta ezt a nyilatkozatot, akkor itt viszont hát az meg már egy másfajta ügy. De ha ő ezt meghamisította, hogy eznek ez valóban a jogában van, mint védjegy, mint logó, hát ez nincs a tulajdonában. Tehát, hogy ez egy védett márka, egy védett brand, ezt nem lehet pólóra rátenni. Ez fura, hogy ti ezt egyébként meritek, vagy tudjátok árulni. Hát én nem tudok minden, több ezer grafika van fönt, én nem tudok minden grafikát tételesen ellenőrizni. Hát tételesen nem, nyilván, de ha egy brandről van szó, egy ismert országos rádió brandjéről, akkor annak azért utána lehet nézni, vagy meg lehet kérdezni még a rádiót, hogy tudunk-e erről, nem? Én nem, elsősorban nem téged hibáztatlak, csak azt gondolom, hogy nektek ebből anyagi érdeketek van ugyanúgy, amit a Jani mond, ebben igazad van. Van János, meg, hát ebben egyébként gyártáskor mindig fokozott ellenőrzés van, tehát ha rendelnek is belőle, és nagyon gyakran visszautasítunk. De azt tudod, hogy egyébként, hogyha mondjuk itt több ezer termék van ezen az oldalon, ilyen alapon akár például tiltott önkényuralmi jelképekkel ellátott, hogy a pólókat, ajándéktárgyakat is lehetne vásárolni. De miért mondtad azt, hogy egy nap alatt legyártjátok? Hát mert egy nap másnapra szállítunk. De ti gyártjátok ezeket a termékeket? Hát azt mondtad, hogy egy nap alatt legyen. Én kérdeztem, hogy van-e póló, és azt mondtad, hogy egy nap alatt legyártjátok. Akkor ezeket ti gyártjátok? Igen, ezt mi gyártjuk. Ti gyártjátok a pólót, és rányomjátok, hogy Morning Show? Nem a pólót gyártjuk, hanem mi nyomtatjuk. Azt mondtad, hogy te csak a felületet biztosítod, hát akkor ez egy kicsit teljesen más. Hát azt mondtad, hogy egy nap alatt legyártjátok, akkor ti nyomjátok rá egy sima fehér kínai 200 fontos pólóra a logónkat? Hát olyan pólóra, amilyet választ valaki, hogyha ti rendeltek és nektek... Tehát akkor ti követitek el a jogsértést? Hát, hogyha legyártjuk. Hát te azt mondtad, hogy egy nap alatt legyártjátok. Hát azt, amit valaki a honlapon megtervez, rengeteg iskola, jazzklub, zenekarnak a pólói vannak fönt, amik az övéké, beágyazzák a saját oldalukra, teljesen jogszerűen használják ezeket a dolgokat, és mi szállítjuk az ő rajongóiknak a pólókat. Hát akkor ezt ti nem csak szállítjátok, itt nem arról van szó, hogy egy gyár rajtatok keresztül ti, mint szállító cég vagytok, egyfajta, nem tudom, kézbesítő cég, ti ezeket hát gyártjátok, tehát ti elkövetitek a jogsértést, nem? Tehát ez egy jogsértést követtek el, ha ti rányomjátok a logót, tehát egy levédett logót, én rányomom egy pólóra, és azt én eladom, és abból nekem üzleti érdekem van, és abból én keresek, akkor én az a jogsértést követtek el. Csinálok egy, nem tudom, X brandnek a pólóját, és azt én értékesítem, az jogsértés. Hát én most azért érted, hogy miről beszélek? Azt mondtad, hogy szállítjátok, aztán most kiderült, hogy ezt így gyártjátok is. Hát de senki nem titkolja, ahol a pont fönt van, hogy mit csinálunk. Hát ez nem... Hát azért, mert eddig senki nem lépett föl ez ellen, nyilván. Hát de... Mi, amikor mielőtt gyártunk, előtte ellenőrizzük fokozottan annak a dolognak a jogvédettségét, és valaki olyat rendel, ami jogvédett, akkor lesz egy gyártás. Ha ez a fokozott ellenőrzés, ez nem arról szól, bocsánat, hogy nektek be kell mutatni egy olyan hivatalos dokumentumot, ami azt igazolja, hogy az a bizonyos logó, amit ti felraktok egy pólóra, azaz annak az embernek a tulajdonát képezi? Tehát itt egy hivatalos iratot nektek látnitok kellett volna. Ha nem láttátok, akkor nem ellenőriztétek. Figyelj, ebből rohadt nagy bajt fog csinálni. Az egészen biztos. Tehát ebből nektek nagyon nagy balhétok lesz, mert erre ugrom. Tehát ez a mi munkánk, ezt mi tettük össze, ezt a brandet mi építettük föl, ha ezen valaki kereskedni akar, és ezen valaki keres, és kereskedelmi célra használ egyébként egy jogvédett terméket, persze, hogy igazam van. És nem csak szállítjátok ezeket a pólókat, amit egy harmadik cég legyárt, hanem ti követitek el a jogsértést. Vagyis ti vagytok azok, akik egyébként jogvédett terméket hamisítanak, és erre minden cég, minden brand, minden márka egyébként ugrik. És ezt én sem fogom hagyni, és mi sem fogjuk hagyni. Hát de nem gyártjuk le, ha jelzett. Vagy fizetsz jogdíjat utána, egy megállapodás szerint, te rányomod, és van egy haszton a póló, nem tudom, 100 forint az 1000 forinton. De ez egy szerződés és egy megállapodás kérdése. Amit csináltak, nem csak etikátlan, hanem egész egyszerűen törvénybe ütközik. Tehát több, mint etikátlan. Csendesen jegyzem meg, hogy nem csak a legyártás az, ami a jogszabályokba ütközik, hanem az is, hogy te ezt felraktad az oldalra. De én nem raktam föl. Hát kirakta föl. Az, aki a galéria tulajdonos. Hát nyithat valaki egy publikus galériát az oldalon.
és ő rakta föl a terméket. Hát ez oldala felület, ami közé teszi. Az oldala miénk. Hát, de ő rakta föl, ha ezt valaki megkifogásolja, akkor azonnal leveszem, hogy jobb ütlen. És ha bejöttek te akkor pénz, akkor miért nem utaltátok át nekünk? Mert én nem tudom, hogy az a morning show, nem vagyok. De hát azt mondtad, hogy te nyomod rá? Tehát itt valami nem stimmel, mert hat dolgot mondasz hát egyszerre. De ő azt állítja, hogy az övé a logó, és ezért ő kap jutalékot. Aha. De ki, én nem találok ilyen galériát, már ne haragudj. Hát ott van jobb oldal, hogy ki a galéria tulajdonosa. És most holnap kérek tőletek 30 darab Nike pólót, akkor megcsináljátok? Nem. Miért nem? Ruhamárkát egyáltalán nem csinálom. Ja, mert miért? Mi a különbség? Hát mert abból egyértelmű. Nem. Ez is brand, ez is jogvédett, az is jogvédett. Holnap kérek 3 Adidas pólót, 3 Puma pólót, nem csináljátok meg? Nem, mert brandet, tehát ruhabrandet egyáltalán nem gyártunk. Na jó, de azért a ruhabrandet nem. Valószínűleg van még egy-két. Arról egyértelmű, hogy nem lehet az övé. Nem biztos, mert én azt gondolom, hogy azért van egy-két olyan ruhamárka, amiről még nem hallottál, vagy nem láttad a logóját, akkor hát ezek szerint ezek a, tehát a közismerteket nem, a kevésbé ismerteket igen? Hát. Ha most valaki egy ausztráliai ruhamárkát le összevadászta az internetről és legyártatja, és én azt nem ismerem, és ő azt állítja, olvasd el az ASF-ünket, ott van az oldal alján. Ha ő azt állítja, hogy az az övé, nem tudok mindent ellenőrizni a világban. Igen, csak attól, hogy te kijelented, hogy nem válasz ezekért felelősséget, adod a felelősséget, hogy nem vállalok ilyen felelősséget. De mi a különbség a Nike, mint ruhamárka, és egy műsormárka? Mi a különbség? Nem értem. Jogvédettség szempontjából semmi. Hát akkor, és az egyiket csináljátok, a másikat nem? Akkor azért nem csinálod a Nike-t, mert az törvénybe ütközik. Tudod te is, hogy törvénybe ütközik. Tehát törvénybe ütközik a Morning Show is. Tehát jogsértést követsz el? Nem ennyire egyértelmű? Az egyik oldalról tudod, hogy jogsértést követsz el, a másik oldalról nem tudod? Ne hazarjál, légy szíves. Most. De nehogy már te még engem kioktass el. De ha végig hallgatsz nyugodtan, igen? Akkor neked is egyértelmű lesz, hogy az ASF szerint, aki föltölt valamit az oldalra, az vállalja a felelősséget azért, hogy az a logó vagy brand, azzal ő rendelkezik és használhatja. Hogy tudjuk utolérni azt, aki ezt föltöltött? Ezt honnan látom az ő nevét? Tehát rámegyek, én most benne vagyok az oldalban, rámegyek a Morning Show-s bögrére. Igen, nekem megvan az e-mail címe. De te gyártod ezeket? Hát én gyártom. Akkor elmondom, hogy mi a helyzet. Tudod, mi a helyzet? Az a helyzet, hogy neked, mint gyártónak a minimum az egyébként kutya kötelességed megkérdezni, és engedélyt kérni, és tanúsítványt kérni, hogy ez egyrészt kinek a birtokában van, gyárthatod, nem gyárthatod. Tehát ez nem így van egyébként, hogy bármit legyárthatsz, amiről te is tudod egyébként, hogy egy brand, egy logó, egy márka. Ez nem így működik. Hát neked meg kell keresned a rádiót, kell kérned egy nyilatkozatot, el kell mondanod, hogy te ezt gyártanád, el kell mondanod, hogy neked ebből anyagi hasznod van. Nem? Nem ez az elítélési módja? Olvasd el az ASF-et, abban benne van egyértelme, hogy aki feltölti, aha, az nyilatkozik arról, hogy ezzel ő rendelkezik, ezzel ő hazudott. Ha bárki ez ő nyilatkozatára azt mondja, hogy nem igaz, akkor én azonnal intézkedem. Leveszem a terméket a honlaptól, és jövőt a rendezéséig nem lesz. Na jó. Jó, beszéljünk adás után mindenképpen. Jó? Jó. Oké, köszönjük, hogy beszéltünk. Ciao. Hello. Hello, ciao. Akkor is gyerekek, ezek okosan ki van találva egyébként ezzel a dologgal, hogy én csinálok egy kamu e-mail címet saját magamnak, és fölreg. És utána bárki bármit fölreg, persze. Hát Isten, jaj, nem tudtam, ez sok sebből érzik egyébként. Igen. Vérző, de okosan ki van találva. Milyen jót nevettünk az elején, azt most. Figyelj, egyébként a félreértés ne essék, szóval engem nem az az 5000 forint bánt, és itt írják néhányan, hogy jaj, most kiveszik a zsebünkből, nem. Ha mi nagyon meg akarnánk ezen annak gazdagodni, akkor egyébként lenne egy webshopunk, és már megcsináltuk volna, direkt nem csinálunk ebből webshopot egyébként, és nem is akarunk azon kereskedni, hogy tőlünk meg lehessen venni egy bögrét 2000 forintért. Egyébként baromi jól keresnénk belőle, mert 100-szor több bögrét, mi 600 forintból le tudnánk gyártani, nyomnánk rá egy Morning Show-s logót, és keresnénk bögréken 1000 forintot, és eladnánk belőle 50 vagy 100 ezeret, működtethetnénk webshopot. Nyilván mi is átgondoltuk, mi azt gondoltuk, hogy nem ez az útja, módja annak, hogy mi mondjuk pénzt keressünk azon. De ha valaki felépít valamit, összerak valamit, mindegy, hogy az 500 forintot keres, vagy 1000 forintot keres, itt nem ez a lényeg. Nem?
Így van. Hanem munkát tettél bele, energiát tettél bele, ha téged megkerülnek, és téged megpróbálnak átvágni, és a te brandeddel, márkáddal egyébként teljesen észszerű haszonszerzés céljából, nem észszerű és nem elfogadható haszonszerzés céljából valaki anyagi előnyökre tesz szert, annak egy márka se örül, egy brand se örül, senki nem örül, és nem érdekel, hogy egy bögre ment el, vagy öt bögre ment el, vagy tíz bögre ment el. Jogtalan használja. Gagyi minőséget csinál, rossz minőséget csinál, rossz logót tesz föl, ez a mi márkánkat, a brandünket leépíti, én látok egy ilyen pólót, és elhányom magam, és azt mondom, hogy Jézus Mária, soha nem csinálnék ilyet, és nem csinálna ilyet a rádió promóciója, és nem csinálna ilyet mondja, a rádió. Hogy a Morning Show igénytelen szemet egyáltalán. Így van, tehát, hogy itt azok, akik azt gondolják, hogy ez most arról az 1000 forintról szól, azok gondolják ezt a dolgot tovább, hogy mondjuk ők, mint rádió, mint médium fölépítenek valamit 5 év alatt, ahogy egyébként egy sportszermárka is, és valaki a hamisított terméket egyébként utána a határon föladja mindenki lábára, nyilván azok is, ők is bezuzatják, mert nem járulnak ahhoz hozzá, mert van egy érték, egy brand, amit ez a dolog képvisel. Tehát nagyon sok összetevője van. Jó, meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk, hiszen kedv van, Kassa TV-vel folytatjuk, és igen, Ákos jön a hírekkel, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, 19 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kivételesen nem szoktunk ilyet csinálni, elmaradt a játék, aki hallott bennünket, az tudja, hogy miért. Tényleg egy... megvan a holnap kérdés sor. Igen. Egy nagy-nagy bocsánat a hallgatóinak, akik jelentkeztek, ígérjük, hogy holnap nem kell jelentkezni játékra, jó? Jó. Hanem a ma jelentkezettek közül választunk holnap egy hármasugrás játékos, tehát még arra is gondolok, hogy senkinek nem menjen kárba az SMS-e, aki ma jelentkezett SMS-ben, holnap lehet, hogy játékba kerül, ha még jó neki természetesen. Hát érdekes beszélgetés volt, itt most már közben jogászok telefonálnak, hogy sok sebből vérzett az, amit az úriember elmondott, és vannak olyanok, akik jobb védjegytörvénnyel foglalkoznak, kifejezetten ez a szakterületük, telefonáltak, jelentkeztek, nagyon-nagyon sok sebből vérzik, tehát az, hogy ő nem tudja, hogy a saját honlapján egyébként mi történik, sok sebből vérzi, a gyártással már megvalósul egyébként a jogsértés, gyártja, reklámozza, gazdasági tevékenységi körben használja, már megvalósul a jogsértés, tehát hogy ez nem ilyen egyszerű, mint ahogy ő elmondta. Tehát, hogy én üzemeltetek egy honlapot, és anyám oda feltölt, nem tudom, olyan dolgokat, hogy nem mondhatom azt, hogy nem tudom, mi történik a saját honlapomon, de nem gyárthatom, gazdasági tevékenységben nem használtam, tehát sok sebből vérzik. A legarcpirítóbb egyébként az, hogy tényleg a hallgatók azért azon dolgoznak, hogy adásba kerüljenek, nem? És megszerezzék ezeket a relikviákat, hogy játszanak, hogy legyen nekik ilyen, SMS-t küldenek, áldoznak rá. Akár éveken keresztül. Éveken keresztül dolgoznak, bosszantó velük szemben is. Sőt, velük szemben a leginkább az, hogy közben pedig silány minőségben, ami szintén bosszantó, valaki ezt kinyomja és 300 forintért eladja, hogy ő ezen meggazdagodjon. Míg valaki fél évet vár, hogy adásba kerüljön, és az a póló, az a nyakba akasztó sapkasál, az meg legyen neki. Tehát ez több szempontból is szerint. Nem a pénz, ha mi ebből pénzt akarnánk, már lenne webshopunk, higgyétek el. Egyébként, de nincsen. Szerintem meg nem kell magyarázkodni, ez tök egyszerű. Nem, teljesen, lopás. Persze, teljesen egyértelmű. Igen. Na, nézzük gyorsan a közlekedési híreket. Baleset az M5-ös Budapest felé vezető oldalán a 65-ös kilométernél autók a leállósávban. Ezt Zoli küldte nekünk, M7-es autópályán mérik a Nagykanizsa felé haladókat a 129-es kilométernél, és két autó az Árokban pár kilométer eltéréssel az 57-es főúton Belvár, Gyula és Pécs között. Ezt is SMS-ben kaptuk. Köszönjük szépen! Mi pedig folytatjuk! Igen? Nem csak azért jönnek azért olyan SMS-ek, amik azért hogy tök jól lenne válaszolni. Hogy azt írja valaki, hogy arra nem gondolsz, hogy valaki a ti tyúkszoros műsorotokat önszántából ingyen reklámozza, aki a fosos logotokkal ellátott tárgyakat hordja, vegyetek vissza kicsit a lendületből, hülye gyerekek. Most egyrészt pont sem olvasni ki üzeneteket. Téged most én ráraklok egy olyan kis margóra, amiről valószínűleg már nem fogsz tudni többet nekünk SMS-eket küldeni, és soha nem fogjuk látni ezeket. Egyébként meg pont erről szól az egész, hogy nem ingyen reklámozza. Tehát ő nem reklámot csinál. Valószínűleg nem a kereskedelme dolgozik, meg nem keres. Ebben a szakmában, ezt nem érti. Azt hiszi, hogyha valahol a te terméket fönn van egy honlapban, az reklám. De jó lenne, ilyen egyszerű lenne. Tehát ez ennél jóval összetettebb és jóval bonyolultabb, valószínű, hogy nem a kereskedelemben dolgozik. Tehát ezt megbocsátjuk neki. De csá. Igen. Peti. Nem. Nem, neked szó, nem, valami Petit mondtam, de miért mondtam Petit? Kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy Kassa TV-vel folytatjuk. Már is gyerekek, hát, de hogy hova tűnsz? Aper Peti néven keresem. De nem, Peti, itt van. Kassa Peti.
Na most ugye nem én vagyok a hülye, de én vagyok a hülye. Az a baj, hogy túlságosan sokat fotózkodik mostanában a hajdóval, és ezért Igen, na itt van, megtaláltam, én voltam a Béna, már itt is van. Ha az nagy jacuzzi-ban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már roviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kakakaszatibi, kakaszatibi. Wow, kakakaszatibi, kakaszatibi. Hey! Tibi! Tibi! Kakasza TV, kakasza TV, Peti. Figyeld, az, amikor elkezdted hívni a formát, ugye már benne álltam mellette, de én régen térdeltem le röhögéstől, de ahogy elröhögted, fi, az büntető volt. Folyt a könnyem. De láttam, ti meg borultatok, meg mentetek ki a stúdió, és sírva röhögve mentetek ki. Ritkán ránt össze úgy a röhögés, hogy letérdeltem a röhögéstől konkrétan, tehát ilyen nyomorúságosan lukra futott ilyen álhívást én még nem láttam. Úr, nagyon béna volt. De aztán egy jó beszélgetés lett belőle. Született telefonbetyám. Hozzátennék, hogy jó beszélgetés született a te szempontodból, emberünk szerintem most zuhanyzik újra, hogy egy ilyen két-három szó beleizzadt. Kézzel, nekem nem úgy tűnt, mint aki egyébként értené, hogy valójában hogy mi a baj. Mi a bajunk ezzel. De egyébként ezért van egy ilyen magyarázó szervezet, aki elmagyarázza ilyenkor, az, aki nem érti, azt úgy hívják, hogy bíróság, és ott elmagyaráznak minden ilyet. Utána, annak én nem érti. Meg van egyébként, egy NAV, De hogy ami érdekes egyébként, csak neked közben próbáltam mondani, hogy például Magyarországon úgy gyártanak le lemezt, hanglemezt, hogy ez egy tanúsítvánnyal neked szerzőként oda kell menni, és a jogvédő hivatal ad egy tanúsítványt, hogy ezekért a dalakért tényleg te vagy a tulajdonos, és csak akkor nyomják le, tehát a gyártás nem végzik el, ő is megtehetné, hogy ha én nekem azt mondta, hogy ő írta, akkor legyártom, nem gyártja le, mert pontosan tudja, hogy ebből baja lesz. Tehát ha nekem eszembe jut 10 Linkin Park szám, és oda megyek legyártatni, akkor nem gyártja le, mert nem tudom felmutatni a tanúsítványt. Tehát ez többsebből végzik ez a dolog. Nem egyszer mentünk oda bátyám a Linkin Park CD-t gyártatni, nem sikerült. Valahogy sose adták ki. Pedig megmondom őszintén, hogy sokkal nagyobb volt rá az igény, mint tehát, hogy próbáltam, hogy mit gyártsunk a kaszára, nincs akkor régen, gyártsunk Linkin Parkot, de nem akarták legyártani, úgyhogy... Hát de gyorsan korrigáltatok, meg oda mentetek például a sajtból van a holdal, akkor mondták, hogy nem, és akkor ebből az ezer hold és némi csillag. Nyilván, némi csillag, te szemétláda. De egyébként nekem is volt egy harcom, tehát hogyha most én a ti harcotokban osztozom, ti is osztozatok az enyémben, jöttem befele az autópályán, és én nagyon ritkán folyok bele én autós harcba. Ti belefolytok? Tehát, hogy persze. Harcoltok? Hát attól függ, mi a szituáció. Jön mögöttem az ember, full dugóban az M3-as bevezető, emberünk rákönyököl a Dudára. Dudál. Nyomja. De tudod, nem értem, hogy mi a terv, tehát hova? Belsősában ment, hogy menjél ki? De vagy? Nem lehetett sehova, tehát ez egybe állt az egész. Egybe hogy függő, volt, állt az egész. Dudál. Sorolok már, sorolnék el előre, de nyomja tovább, látom, nyomja. Mondom, visszamegyek már mellé, mondom, hát ha autogramot akar, tudod? Tehát, hogy mondom, mi van, ha ízé, csak vagy tudod, hogy közös fotó, kiszállunk ott, lefotózkodunk együtt. És mutatja nekem a paraszt, telefonál, nincs bekötve, telefonál, és mutatja nekem, hogy menjé. Így mutatja. Hova? Figyelj, elrobbant az agyam. Elment melletted, és közben mutatta, hogy te menjél. Mellémért? Nem, tényleg mellé mentem, hogy vajon mi volt. Tehát nem is, hát ugye alig haladt a sor, tehát egy mellémért, tehát és mutatta, hogy menj, így integet, hogy menjél már, csak azért dudált, hogy menjek. És álltam mellette, és én nem szoktam ilyet csinálni, elkezdtem nyomni a dudát, ugye előtte is állt a sor, elkezdtem nyomni a dudát, és mutattam neki, hogy te is menjél. Akkor már előtte volt, vagy mellette? Mellette. Mutattam, hogy te is menjél. De menjél, mondta, hogy ne, és akkor telefonát nem vette, tehát direkt nem figyelt. De mondom, miért nem mész? Hát menjél. Úgy elrobbant az agyam, tudod, hogy ez most, tehát, hogy én nem szoktam ezen felhúzni magam, de igen, tényleg átköptem. Ha van egy közlekedési szituáció, amit nem tudsz értelmezni, és nem érted, hogy miért csinálja, az a legnehezebb, hogy nincs rá racionális magyarázat, mert ha a belső sávban mész, hogy dudál és siet, és azt akarod, hogy húzódj le, még megérted, egy piros lámpánál négyen állnak előtted, és ő furra nyomja a dudát, hogy te menjél, és így elengeded, és azon gondolkozol, hogy vajon mi történik. De ugye? Tehát nincs rá magyarázat, hogy hova jut. Annyira próbálod ilyenkor, tehát, hogy elengedni tudod, hogy szúszál, és akkor tudod, ne legyen. Nem mindig könnyű. De fiatal, hogy, tehát, hogyha le lett volna, ha húz az ablak, átköpök. Tehát, hogy tényleg, tehát ez a... Nem volt nálad valami, amivel be tudtad verni az ablakát? Hát így dobáltam, mert volt bal oldalt három darab kasztatibicét, de az egy dobáltam, hogy... De tényleg, tehát, hogy ez a... És tudod, egy a pára, menjünk már. Tudod, én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, osztha pisztoly van nála, meg hülye. Hát, akkor én meg előveszem a lézerkardomat, és a protontorpedómat. Ez levágod a bal kezét. A bal karját levágom. És én nagy darab, nem, nagy terpjáros kopasz? Nem, verhetőnek tűnt. Azért
mielőtt rákönyököltél a dudára, hogy most visszamegyek, jelzek, azért megnézted, hogy jó, kicsi öreg idős, a kalapos 70 éves. Azért mondom egyébként, hogy általában ezekből szoktak lenni a legnagyobb problémák, amikor azt gondolod, hogy verhetőnek tűnik. Jó, hát kiszállsz és ízétől, de ez a sztereotípiák, hogy jó, akkor az erős, gyors és fürge és jó harcos, igen, a nagy darab kigyúrt kopasz tetovált, aztán kiszáll egy cingeléket, lerúgja a fejedet, ér, a sötpantoksz, és ma mégsem lehető, Manóka, hívd akárhányat. Ez a közlekedési szituáció, ahol a verekedés az annyira méltatlan egyébként, nagyon nehéz. Főleg, hogyha kiszállsz, és nagyon, az első ütésnél padlót fogsz, és ott így ízett, hogy reszket tudta föl. Akkor érdemes kiszállni, ha valóban mersz ütni, meg tudsz ütni. Egyébként igen, nem célszerű, mert azért kicsit ott valaki rutinosabb, és volt már három bunyója, és tudja, hogy mikor kell indítani azt a hátsó kezes, hogy pont belelépjél és elérje az állatot, az nem annyira jó. Tehát azt nagyon meg kell gondolni azért. Nem, tűnik túl masszívnak a gyerek. Szerintem erre... Csak megszel a kocsidomban. Manóka valahol van. A kvarelinak kezdtük tartom. Adjál már két szemetre. Van ott két saridon is, adjál már ide. És nem is kocsolt vízzel a homlokkon. De az meg van, hogy a párom meg közben próbálna vigasztani. Ott megkapnék egy ilyen állast, amit relatív könnyű eltalálni. És a párom így próbálna vigasztani, hogy de közben annyira szépen, pedig olyan szépen felraktad a fedezéket. És olyan büszke voltam rád, olyan jól mozogtál. Hátsorább láfordult. Tudod, és az a legnyomorultabb, hogy közben elmegy melletted a sor, ami elkezd szaladni, letekérdezek, hogy ne hagyd magad, Tibi! Kejjél föl! Jó voltatok a Risingban? És ha megszer vérző szájjal, tudod, éppen kaparod össze magad, a csajod az anyósülésen méltatlanul fogja a fejét, szóval jobb ebből kimarad. Jó, okosabbnak kell. Abban a pillanatban látnád az összes holdat, meg csillog. Lenne ezer hold, meg annyi csillag. Igen. Jó, mindegy, volt egy ilyen harcom, hogyha hallgatja az úr az adást, akkor annyi, hogy mennyi. Tehát én is ezt üzenem neki, de nem a ma reggeli kis utcai harcom az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Adjál neki, Tibi! És valahol a Tibi fölharcolt produkál! Tibi, folyj! Kopog le! Minden a földön dől le! Nehogy felkelj! Tibi, kopog le! Még javulhatsz, Tibi, javulhatsz! Lábkulcs! Mindjárt a csőrödet. Régóta kerülgetek egy témát, amit be akartam nektek hozni, és most valahogy úgy jött ki a lépés, hogy akkor ennek ma lett a napja. Hogy nagyon nagy szolidaritás van, ugye, hogyha bárki egy picikét túl... A végére maradt a reszli, vagy mi? Ha valaki egy picikét, a nyaralás során jött, ez most már nagyon elő bennem, és azért akartam egy picit erről veletek beszélni, hogy ha valaki kicsit túlsúlyos, vagy egy picit húsosabb, vagy nem tudom, olyan, mint akár én, vagy a Feri, vagy nem tudom... De ne, az nyilván, vagy bele ebben. Úgy értem, olyan, mint a Feri, vagy te, vagy mint a Feri, akkor nyilván elvárjuk, hogy minket ne dagatozzanak, ugye? Tehát nem legyen ez, hogy molett, vagy dagat, vagy nem tudom, izémel, hogy nem áll meg, nem mondjuk. Tanuld már megviselni, ahogy kinézel. Én viselem, pont nem is ez lesz a lényeg, amit a dologból ki akarok hozni. Ezzel már szembe ki van nevelve egy ilyen együttérzés, hogy figyeljünk egymásra, meg nem áll, meg biztos pajzsmirigy, meg biztos hormon, meg nem tudom, tehát hogy nem bántunk senkit. És van a másik oldal, aki akár az én párom, vagy akár a Viki is, aki egy vékony alkatú ember, eszi, tehát ehet reggeltől estig túrócsúszát, akkor is vékony. És nekem halálosan tele vagyok azokkal a kommentekkel, amit gyakorlatilag ott tartunk, hogy a párommal már alig merünk föltenni közös képet, vagy már figyelni kell rá, hogy kövérnek tűnjön rajta, vagy nem tudom, mert abban a pillanatban egy csontját meglátják a páromnak, abban a pillanatban indul a csontpálcika, az anorexiás, a gebe, és ott ül egy halálegészséges fiatal lány, aki azon reszket, és próbál ilyen másfél adagokat tenni mindenből már, hogy ne bántsák őt azért, hogy sovány. És ez halálosan így van, egyébként aki sovány, és aki alkatilag sovány, vagy ilyen a családja, azt tudja, hogy miről beszélek, hogy ez ugyanakkor a teher, mint hogyha valaki egyébként túlsúlya a külsőt, sőt, szerintem még bizonyos értelme nagyobb is, mert próbál lenni, és nem, tehát, hogy hát ennyi. Mm. Egész családja vékony, és én a páromon látom, hogy borzasztóan bántja. Ez csak irítség egyébként. De igen, ez irítség, de látom például az én kedvesemben nincs, biztos, hogy rengeteg példa van a hallgatók között, és ez borzasztóan bánt, és ugye most a marhasságot nem teszem hozzá, hogy ilyenkor jön az, hogy adjál már enni ennek a lánynak. Edd el előle.
adjál már enni ennek a lánynak, meg ne, így van, biztos elleszed előle a kaját. Én... Tehát hogy látják engem, hogy így megyek a svéd asztalon, és mint az ipari porszív, és hogy jön utána a biztos elleszed előle a kaját, ez ezért, mert egyszerre kettőt bánt meg. Ez az a jó dolog. Igen, nem tudom. Mindenki. Hogy rúgjunk a tibibet, oda, hogy rúgjunk a soványba. Biztos elleszed előle egy ilyenkor tudod, mi kell csinálni. Kettőt. Rögtön elmész, vagy átmész annak az oldalára, és megnézed, hogy kírja, és abban a pillanatban minden tiszta. Hát igen, csak minden tiszta. És nem is kell rá válaszolni, mert látod, hogy ki és miért írja ezt. Igen, csak én azon látod, akit bánt. Tehát, hogy aki ott ül, és akkor ott próbál egy minden ebéd után még beküldeni egy csokit, hogy hát, ha akkor majd ugye... Tehát, hogy ő próbál megfelelni valaminek, aminek nem kell megfelelni, az egész családja vékony. Tehát vannak alkatilag ilyen emberek, és akkor anorexiás, nem szép, meg már csontos. Tehát, hogy most érted, mit csináljon? Szeretnének sokan olyan csontosak lenni, mint ő. Abszolút, csak hogy egy kicsit erről a jelenségről akartam beszélni azok nevében, engem távolról nem érint, csak hogy annyiból érint, ugye nyilván, hogy, hát hogy a párom az. A gebesség nem. hogy Vikinél, mondjuk a Viki ezek mellett elszalad, gondolom. De mert ő is egy nagyon vékony. Nem, ő megöli azt, aki ilyet írt a mennyben, tehát hogy nincs ilyesmi. Hát ez annyira nem zavarja, vagy hát ő nem is nagyon tölt. Tehát neki nincs fórum, ahol róla azt megírják. Tehát ő nem is nagyon közszereplő, nem is nagyon szerepel így, tudod, tehát hogy ő nem is nagyon kap. Ha egy-egy cikkben néha megjelenünk valahol együtt, és utána alá kommentelik, akkor igen, de nagyon nem... felülete azért az, hogy kapjon. Vagy nem szoktak neki ez ilyeneket beírogatni, hogyha írnak, ezen egy átlép, vagy ez valahogy nem érdekli igazából. De jogos, hogy ez valakinek rosszul esik, igen. Hát igen, engem mindig felháborít, amikor a Ferit gebézik. Akkor komolyan mondom, én mindig odaírom, kikérem magamnak, most tettem meg egy kiló zsírszalonnát, hogy továbbra is. Az elfogadás az, ami nagy barátunk. Nem, mert azt gondolom, hogy ilyenkor visszadagatozni, meg arról meg már mindenki tudja, hogy nem elegáns. Ugye? Tehát, hogy ezt... Hát moderált ki, ugye, moderált ki, moderált egy perc alatt. Amikor első betűjén egy bakolom. Szia, Tibi, csak ajtok. Tibi, csak jelezni, szeretem, hogy tegnap jó volt. Ne! Csak azt akarom... Ne, az, hogy én mindig el szoktam mondani... Azért te moderálod az oldalad, hát tessék akcióba lendülni. Rém egyszerű egyébként, tehát mindig el szoktam mondani, az én oldalom az nem az egyetemes igazság oldala. Tehát az a Kassa Tibor rajongói oldal, oda el lehet jönni rajongolni, azt amúgy meg mindenki egyébként ott mondja el a véleményt, hogy szabad országban akarja. Ez egy jó téma lehet, hogyha egyszer van egy oldalad, azt moderálod, vagy nem moderálod. Ez egy érdekes dolog. Nálam rém egyszerű, kiírom, hogy fejér valaki azt, hogy szerintem fekete... És már megy a katapult. De haragudj, Tibi, nem jól látsz fekete. Lenne Facebook oldalam, nem akarom olyan elvinni más irányba, én biztos, hogy nem moderálnám, csak azokat, amiket már valójában kell. Tehát olyan szót tartalmaz, az anyádat szígye, tehát van az a szint, amit már mindenféleképpen, de egyébként hagynám, hadd menjen. Na, tehát egyszer, menjen. Tehát, egyszer hogy... behozom nektek, van olyan, hogy csúnya szó filter, nem akarom most ebbe elvinni, egyszer behozom neked a csúnya szó filtert, hogy a mi kis nyelvünk milyen. 3 A4-es lapnyi ragozott káromkodás van már nálam kitiltva. És minden nap van még valami újdonság. Tehát, hogy a mi nyelvünk a trágárságban valami olyan választékos, hogy belehalsz. Tehát mondom, 5 A4-es lapnyi trágárság van nálam kitiltva, tehát ilyen tiltó szóba, és én mindig találok. De ugyanakkor, hogy visszatér egy picit a témára, azért legyünk őszinték. Tehát, hogy most és akkor ne a barátnődről beszéljünk, hanem beszéljünk róla. Most két dolgot tehetsz, vagy kétféle álláspont van. Vagy az egyik az, hogy téged ez ténylegesen zavar, és nem akkor van alapja. Nem. Most rólad beszélek. Tehát, hogyha téged ez a dolog zavar, akkor vagy egy elfogadod és röhögsz veled, és nem érdekel, hogy mit írkálnak, és hogy kik írkálnak, vagy pedig teszel ellene. Mert zavar ténylegesen. Hát, a lelki folyamatot kell megérteni, hogy zavarni csak azt tud, amit írnak neked, ha téged is zavar magaddal kapcsolatban. Nem igazán. Szerintem ez nagyon így van. Ez ilyen, mondjuk, hogy vannak ilyen, most az a baj, nehéz, mert nem vagyok ilyen alkatú. Engem nem zavar, engem dagadkozhatsz. Elbeszéltek egymás mellett. Így van, Jani már azt mondja, hogy mi van, ha rólad írják. Igen, a barátnő szerintem teljesen más tészta, mert egyébként ő úgy csinos, ahogy van, nincs is vele semmi gondot, leginkább az irítség az, ami dominál az ilyen beírásoknál szerintem. Abszolút. De mondjuk mi a helyzet például veled, amikor mondjuk téged ledagatoznak, téged ez azért zavar, mert te is kövérnek, vagy túlsúlyosnak tartod magad, vagy pedig csak egyszerűen azért, mert hogy mondjuk a környezetedben valakinek ez rosszul esik. Mindenkinek mondom, aki engem ledagatoz, hogy egyébként az én képen abszolút reális magammal szemben, és szerintem tök rendben vagyok. Na, úgyhogy várom az ítéletet, Balázs, Szépen kibújtál a válasz elől egyébként. Nem érdekel. Jó, nem akarom is nagyon komolykodni. Igen, tehát hogy figyelj, nem tudom, hogy mi az ítélet. Hát én ezt nagyon, az egész Facebookot, meg az egész kommentelést, meg az egész, én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon máshogy érdekes, nem érdekes a jelenség, csak nagyon nem szabadna egyébként egyik Facebook használónak se
a kommentek alapján összerakni az ő saját önképét, önértékelését, sőt odáig megy, hogy nem szabadna, hogy egy percnyi rossz gondolatot, jó, rossz érzést okozzon neked. Csak ez azért, a dolog, mert nagyon a Facebookra ráúsztad. Megállt a múltkor a párom mellett, csak hogy kinyitom neked, hogy ez hogy van. Megállt a párom mellett a múltkor az Aréna plázában, konkrétan egy autó elment mellette, és kiordibált, nem emlékszem, mi volt a gyógyszernek a neve, és egy olyan, és csikorgófék kiordított az ablakon egy táplálék kiegészítőnek a nevét, amivel lehet hízni, majd telégáz is tovább ment. Jó, de hát ez egy ilyenkor mindig magamnak? Tudod, mit kell ilyenkor mindig megérteni? Azok az emberek, akik, és most nagyon, nagyon túl, lehet, hogy neked egy kicsit túl mély lesz. Te szemétláda. Azok az emberek, akik neked kiordítanak valamit, azért nem szabad és nem fontos magadra venned, mert te úgy működsz, hogy ő meglátott benned valamit, ami tulajdonképpen ő saját magád zavarja. Tehát te vagy a tükör. Érted ezt a dolgot? És ha párodnak kiordítanak valamit, hogy ő vékony és szedjen táplálékkiegészítőt, akkor ő az adott pillanatban nem csinált más, mint annak az adott embernek, aki kiordított neki, tartott egy olyan tükröt, ami ő saját magát érezte valamivel rossznak, és bele kellett, hogy kössön a párodra. És ezt megérti, akkor azt mondja, hogy jó, van megint egy hülye, aki nem elégedett magával. Nem szól be másért, mint hogy valami egyébként irritálja. Azt hiszed, hogy a párodban, de egyébként valójában önmagában. Tehát, hogy függetlenül azt gondolom, hogy ezekbe így belefolyni, és rutosni egymást szerintem... Igazad van, hogyha... hogy nem. De most a párod emiatt kikészül? Nem tud neki kiborulni, ha valaki... Őt nagyon bántja. Ez mindenki más, hogy mindenki máshogy van felvértezve ilyen dolgok ellen, őt nagyon bántja. És amikor látom rajta, hogy próbál... De ezt akarom megérteni, hogy csak akkor tud igazán bántani, ha azon kell dolgoznod, és azt kell észrevenned, hogy ezek a kommentek bántanak, akkor van egy labilis önértékelés. Mert akkor nem bánt, tőlem... ha lepereg rólad, mert van egy jó, tiszta, egészséges önképet, nem tud bántani. Mindig azt fáj, vedd észre, amikor van benne egy kicsi igazság. Tőlem 200 vagy te is úgy gondolod magadra. Tőlem 200-szor hallja, hogy úgy jó, ahogy van. Tehát, hogy, és azt gondolom, hogy egyébként, nézd, amit 100-szor, 150-szer, 200-szor leírnak, minden második sorban gebézik az embert, az nyilván nem jó, tehát hogy nyilván el lehet menni fölött, hogy ezeket nyilván bántja, kivágod, egyébként? Bántja az embert. Hogy ne, hát nálam a gebben már benne van a tiltószóba. És ha beírom kommentbe, akkor... Írd be, hogy vékony, büdös életben nem jelenik meg. Figyelj, Tibi, hidd el, és ezt nyugodtan megmondhatod neki, hogy én üzenem, hogy ne legyenek komplexus egy olyan nőnek, akinek ilyen pasia van. Szépen jött ki, de szép volt. Én nem tudom, hogy lehet-e jót csinálni a kommentelőknek. Tehát nem tudom, hogy tudsz, ha kiraksz egy nyaralós képet, abba kötnek bele, ha lefotózod magad az ajtód mellett, vagy az a házad mellett, vagy a kocsinál, abba kötnek bele. Ja, mert azért ez egy elég széles paletta, azért van rengeteg ember, normális vannak normális emberek, de azért a kommentek sokszor erről szólnak. Vannak aztán persze pozitív, főleg egy rajongói oldalon. Nem? Ez a böki, ez most nekem részemről a két oldalú elfogadásról szólt, hogyha elfogadtuk, hogy van plusz size modell, van izé molett, meg erős csontozatú, ne bántsuk, meg izé, meg pajzsmirigy, meg hormon, meg mindenki, minden izé van, és elfogadjuk, akkor hogyha véletlen valaki egyen vékonyabb, és nem tudom, akkor ott is legyen egy elfogadás. Részem ez erről szól. Én vagy kitenném, és akkor nem bántana, vagy nem tenném ki. Tehát pont rossz az, hogy ki is teszem, de bánt is. Az a legrosszabb. Tehát, hogyha én üzemeltetnék egyet, akkor vagy azt mondanám, hogy én nem teszem ki, és nem. Vagy kiteszem, akkor viszont nem veszem a fáradtságot, hogy rosszul esen. Tehát ezt kell minden Facebookozónak megérteni, hogy kiteszem, de ugyanakkor rosszul is esik, az a legnagyobb csapda. Ez nem csak a Facebookról szól. Csak a Facebookból vezettem föl, de azért mondom, azért hoztam konkrét egy ilyen személyes. Most vagy sokáig rágódni azért egy-egy beíráson, kommenten. Tehát akkor vagy nem teszem ki, vagy nem hagyom, hogy bántson. Egy jogtalan bántás egy áll arc mögé rejtve, tudod? De érdekes a téma, jó téma ez. A Tibit zavarja az, hogyha ledagadtozzák. Most ehhez képest, és ezt elmondhatjuk, mert nyilvános az oldalod, felraksz egy csomó ilyen idézőjelben zsírégető kajás. Hogy hívják ott, hogy most ezt teszed, most azt teszed, most 2 kilót fogytál, most 3 kilót fogytál, hogyha téged nem zavarna az, hogy ledagadtoznak, akkor minek kellene ilyen posztok? Ezek kvázi válaszok arra, hogy jó, oké, egy kicsit elszaladt talán a súlyom, de látjátok, hogy mennyit tenni nekem azért, hogy legyen. Sok összetett kérdés, van egy együttműködésem egy céggel. Tehát, hogy... Ja, Hosszú évek óta a legjobb témát hozta, Ped. Szóval én ezért gyűlölöm ezt az egész világot. Ezt az egész világot gyűlölöd? Nem, ezt az egész Facebookos... Nem sok szeletét hagytad meg a világnak. Tudjátok mit? Aha. Gyűlölöm az egész világot. Nem, ezt az egész kommentelős, celebes, kirakós képen. Egyrészt
arctalanul bántanak. Kettő, nem tudják, hogy mit okoznak. Három, arctalanul, név nélkül, egy kamufotóval, vagy nem kamufotóval bántani valakit mindig a legkönnyebb. Oda menni, belemondani a szemembe sokkal nehezebb. Szóval, hogy ez egy, és hány ember valójában emészti magát azon, hogy őt közben bántják, és milyen rossz önértékelést ad, hogy te neked el tudja szúrni egy fél napodat, hogy neked beszóltak a saját oldaladon. Hát mi a fenének van az embernek saját oldala, ha fél órát rágódik, hogy moderáljam, nem moderáljam. Mennyi energiát elvisz, mennyi fölösleges önképzavart okoz ez az egész, ahelyett, hogy tudnál foglalkozni azzal, ami valójában a világban olyan hülye emberek, irigy emberek, rossz indulatú emberek kommentjein kapsz egyébként nagy görcsöt, emészted magad, és veszel súlyos, fontos éveket a saját életedből, vagy a párod életéből, vagy minden celeb életéből. Tehát én ezért tartom ezt óriási csapdának. Meg dumáljunk róla, tehát hogyha valakinek ez de a véleménye... nem tud oda jönni, nem is fog, ez a jöjjön, de beszéljük meg, de ezt senki de ezt nem vállalja egyébként. Szó. Senki nem vállalja azt, hogy szemtől szemben, de részben arról szól, mert azt mondod te is, hogy szemtől szemben nem vállalja véleményét. Nincs is lehetőség, nem is tudja, gyáva is. Hosszú évek óta senki nem jött oda hozzám az utcán, hogy na, mi van törpe, meg mi van, hogy hívják, oldalkocsi, meg mi van, hogy... Senki nem ilyen mondogatnak milyeneket, gyertek oda, beszéljük meg, és akkor hogy hívják, épész érvek, de francokat nem, pont nem ez, hanem hogy tényleg, akkor dumáljunk róla, ha ezt titeket ennyire zavar, hogy így gondoljátok, és majd elmondom én is a véleményemet róla. Én találkoztam egyiket olyan riporterrel, vagy nem tudom ki volt, valami rendezvényen voltam, és elmondta, hogy Úristen, hogy téged milyen rohadtul nem bírtalak, és mondom, és elkezdtem vele beszélgetni, és halál rossz fej volt egyébként, és elkezdtem beszélgetni, hogy mi volt, hogy mit láttál, tehát lehet, hogy ez egy olyan periódusom, hogy tényleg rossz fej voltam, vagy egy rossz hiperaktív elmisettem. Meg akartam győzni? Nem, csak kíváncsi voltam, tehát így végig akartam hallgatni, mert pontosan ezek azok az emberek, akik utálom a folytonalmi kanálvízbe. De miért nem? És meg akartam hallgatni, és mondd el, hogy mi volt, lehet, hogy pont olyan megnyilvánulásom volt, hogy most már én is szégyellem, vagy már ezen túlléptem, mert nem ilyen vagyok. Ha van, nem emlékszem, de rohadtul utáltalak. De ott álltam szemtől szembe egy ilyen kommentelő, egy ilyen gyűlölet harcossal, és nem igazán tudott. Tehát, hogy ő ezt eldöntötte, hogy régen nem szeret, azt akkor ott álltam előtte halál normálisan, és akkor se szeretett. Tehát, hogy azokra már nem emlékszik, de a gyűlölet. Valami régebben megharagudott, azt úgy maradt. Tehát, hogy vannak ilyenek. Óriási önámítás egyébként ez az nem? Egész. Igen. Amit csináltok. Már hogy ezzel de tényleg, tehát, hogy minden, a celeb nők is, hogy lefogynak és föltesznek egy képet. Gondolj le, miféle zavart önértékelés az, hogy nekem a rajongó táboromnak meg kell, hogy erősítse, mert nincs elég önképem, vagy nekem kell 120 komment, hogy valójában jól nézek ki, mert megyek egy diátadóra. Vagy lefogyok 5 kilót, és posztolom. Mit csinálok? Nem csinálok mást, mint egyébként megmutatom, és elolvasom a kommenteket, és a kommentek alapján teszem össze a saját önértékelésemet. Hát ha én tudom Bocsán. Magamról, hogy jól nézek ki, tudom, nekem nincs szükségem arra, hogy 26 Marika 42-ön beírja, hogy de csoda szép vagy. És ha nem írja be, kicsit szomorú vagyok, esetleg ha bán még rossz kedv is, tehát tulajdonképpen külső tényezőkből teszem nem. Össze a saját önértékelésemet. Ez egy óriási önámítás. Nem, ez egy összetett, egy icipicit szerintem árnyaltabb a kép csak abban a szempontból, hogy nincsen mindenkinek egyébként egy olyan fórum, ahol véleményt tud formálni, és hogyha van esetleg egy 2-300 ezeres nagy Facebook oldalad, ott azért te tudod építeni magad, kicsit átadni akár meg a szemléletedből, az életutatból, marketingelni magadat. Ebből a szempontból persze, nyilván én nem erre gondolok, én arra gondolok, hogy lefogy 2 kilót, kirak egy képet, hogy most milyen sovány, és akkor utána szomorú, hogy nem dicsérik elegen, vagy elsírja magát, és 3 napig zokog, mert az megint a hülye felhasználó, érted? Tehát, hogy ez megint a személyed, de ez személyfüggő, hogy te egyáltalán elolvasod-e a kommenteket, hogy ezt rakod neki, hogy elolvasod, nézzétek, elolvasod. A saját oldaladon szerintem elolvasod, persze. Megnézzük, persze. De hogy az meg... Hát most az... fejből tudnál mondani 10-et a legutóbbiak közül. Nem, na, hogy csak fejből... Elolvasod a saját, persze, hogy elolvasod. Az összeset tudom. De hogy például, amikor én elkezdtem a futást nyomni tavaly, az például marha jó volt, hogy egy csomó megáll, hogy mivel futsz, hogy csinálod. A lábbal. Lábbal, meg a kis alkalmazása. Hogy ezt azóta 1 millióan kérték el tőlem, hogy mit használtam. Az jó. És azt mondtam, de most jó. Nyilván persze van a praktikus oldalai, cégek, persze, tehát egy csomó minden meg tudsz használni, de egyébként nem tudsz. De Kassa Tibi most cégként van fönt ezen a honlapon. Most tökre érdekelne, Feri, hogy milyen appal nem futsz most. Most nem, ebben igazod, nem ebben a hidegben én nem megyek ki. Nem milyen alapon? Milyen alapon? Nem nagyon volt még, hogy a csörbökés volt a vége, de akkor félve kérdezem, hogy hozz egy ítéletet Balázsom, és hogy jogos a tapsosíkai egyben. 3-as szintű, na. Abszolút indokolt csörbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Igen. Tudod, mi a szomorú? Hogy azt hiszem, hogy a 3-as az a nem adja meg. És itt ültem, hogy nem emlékeztem, olyan rég hogy volt, se, olyan rég, most nem, mert mindig 2-es van, és nem emlékeztem, hogy melyik az, amikor megvan adva. Az 1-es vagy a 3-as? Igen. 1-es vagy a 3-as. Kicsit én is filoztam, hogy 1-es, 3-as, 1-es, 3-as. Jaj, és akkor most ilyenkor kérdezem meg, hogy félve, hogy az egész reggeli közreműködésért és a reggeli átköpésért jogos-e a taps és a sikor. Adjuk.
Én megmondom őszintén, szeretem, ha kicsit komolyabb témát hozol, még ha nem is volt tudatos. Tehát, hogy szeretem, hogy nem mindig fél óráig ezt elől ha-ha-hu-hu, hanem beszélgetünk néha komoly dolgokról. Jövő... És a jelenlétedben ez nem mindig könnyű, de hogy én szeretem, hogy néha hozol olyan dolgokat, amik már-már elgondolkodtatnak. Megvan a jövő heti... Már-már gondolkodásra késztetnek. Megvan a jövő heti témám, abszolút. Hamvasztás vagy nem hamvasztás. Jövő hétre meg is vagyok. Király voltál, de aztán csak óvatosan a búgonyával szindálta is a buténnál. 3-4-10 lesz pontosan, már el is múlt 2 perccel, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 10 óra mutatjuk gyorsan a nap legjobb pillanatait. Megérkeztek az NFL-es ajándékok, ugye a drága Ricsin küldte nekünk, és holnap sorsoljuk 9 után sisak, amerikai foci labda, ugye hasonlókkal játszották a Super Bowl-t, és kaptunk relikviákat, úgyhogy holnap 9 óra után sorsolunk azon nézőinek, akik ezeket szeretik, vagy kedvelik az amerikai foci. Az Instagramon meg lehet már nézni egyébként a róla készült képet. Vagy róluk készült képet, mert egyet raktunk fel. Ő fura a felhasználása a közösségi oldalnak. Az Instagram oldalunk. Kevesen vagyunk, de egy nagyon elit társaság, avonta egy képpel. És hát medveles történik, ugye jelen pillanatban Hargitán, felhívtunk egy hargitai vadőrt, aki nagyon ízesen, nagyon szépen beszélt magyarul, Zsoltot, és hát elmondta nekünk, hogy kell egy igazi medvelese elmenni, mi történik, ha a medve látja az árnyékát, nem látja az árnyékát, és hosszú telünk lesz-e, avagy sem, erről faggattuk. És lehet mondani, hogy megdöbbentette a szakértelmünk. Így van, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. De tényleg nem. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 2 perc múlva pontosan 10 óra, hívjuk is a nap hallgatóját, és ha mondja, hogy Morning Show, akkor meg kapja az ajándékcsomagot. Most még egyszer próbáld. Hello Csabi, közben jó reggelt. Jó reggelt, szevasztok. És boldog névnapot. Aranyos vagy, tudom, hogy szeretem. Ez jó az a névnap, egy csomó sütit kaptál, én olyan jót eszegettem belőle, tényleg. Hát láttam, hogy finoman flamózol, vagy gyerekeim vannak éhesek. Nem azért van itt. Hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Miért ilyen visszhangos ez most? Fogd rá. De ha halljátok is, hogy... Igen! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem írtad alá, hello, hogy hívnak. Miki vagyok. Miki, hol hallgatsz minket, Miki? Kenyeriben. Hol? Vasmegyében. Vasmegye. Na, írtál nekünk egy szellemeset, hogy a medvéről beszélgettünk, egyébként nagyon sok mindent megtudtunk. Zsoltól, nagyon helyes ember volt egyébként, ugye ő medveleseket vezényel Hargitán, vadőr egyébként. Azt írtad nekünk, azt tudtátok, hogy Kossuth Lajos azt üzente, kipusztult a hegyi medve? Hát ez annyira fáradt volt, hogy ezt elolvastuk, és sírtunk. Elolvastuk, sírtunk, és ezzel telettél a nap hallgatója. Köszönöm szépen. Jó, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Örülsz? Nagyon-nagyon jó, köszönöm szépen. Na jól van, örülünk mi is, hogy minket hallgatsz, köszönjük, küldjük neked, jó, ciao. Hello, szép napot, hello. Juli. Balázs, szomorúan hallottam a rádióból, hogy senki sem emlékezett meg erről a hálásságról, úgyis, mint leglojálisabb munkatársad, engedd meg, hogy egy kis hókiflivel megköszöntselek. Juli, nem át! Jól van, köszönöm. De ezt most biztos valaki behozta, és a Juli meg továbbadja, mintha ő sütötte volna. Persze, megmarad. Ez elég rosszul néz ki. Te csináltad, Juli? Magam neveltem a búzát, amiből... Persze, meg igen. A répát is, amiből a cukor van. Az, hogy senki nem emlékezett meg, ez már erős túlzás, mert hogy süteményt kaptam, csokit kaptam, de nagyon... A kollégák közül, hangsúlyozom, a kollégák közül. De a csoki és a sütemény tőlük jött egyébként. De én nem felejtettem el. Fura, nem is kedvelnek. Fura, nem is kedvelnek, és mégis mennyi mindent kapok, nem? De hát tényleg. Közel mi lenne, ha szeretnének egyébként. Bizony. Akkor mi is hoztunk meg, ha megette volna a gyerek a hókiflit otthon. Ezt kérdeztem itt az előbb is, igen, ők megkínáltak egy tálca sütit, egy boldog névnapot, mondom, maradék? Köszönöm szépen, maradék? Csak a maradékot érdemlem. Csabikám, remek zenék? Egy Marie Kresztelt májat hoztam neked. Tudtam, hogy erre vágysz. És hát a legnagyobb kedvencedet névnapodra a kompakt diszkot szerintem nyugodtan ajánlhatom. Ne, te ajánlj, de hogy legyen tényleg valami igazán jó, amit tudom, hogy szeretsz. A legfrissebb Maroon 5 klasslágert, ők elmentek, meglepetésszerűen berontottak egy esküvőre, és ott elkezdtek zenélni. Most képzeld el, hogy összeházasodsz ott élete szerelmével, és egyszer csak megjelenik a Maroon 5. És akkor ebből készítettek egy videót, és ez lett az új dal, ez a Sugar. Hát azért rokonságomból senki nem ismerné meg őket, úgyhogy sok értelme nem lenne, berontanának. Ezért mentek. Nem lőrinten történt. Nem. Jó, nem lőrinten te Amerikában. Te rokonságot 2 éve ismeri a belegvizet. Ja, hát mondjuk az is igen.
Na jó, van, 10 óra múlt pontosan, 1 perccel. Holnap többen kérdezik, hogy mikor sorsolunk, 9 óra után van a sorsolás. Itt kérdezik, hogy lehet megnyerni azt, amiről a Best of-on beszéltünk. 9 óra után, jó? Akkor sorsoljuk a labdát, egy kérdésre kell válaszolni, ennyi tulajdonképpen. Jövünk holnap 6 órakor. Szép napot! Sziasztok! Sziasztok! Ciao. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.